Szia, atya! Hello mindenkinek a TikTokon, és hello mindenkinek újra a Facebookon, ugyanis elindult ez a fantasztikus és csodálatos stream, ha minden igaz, képpel, hanggal, mindennel együtt. Döbbenetes. Hihetetlen, micsoda sikertörténet. Úristen. Megy a stream a Facebookon? Nézd már meg valaki. Megy. Jó. Sziasztok! Itt vagyunk, és akkor meg is indulunk már is. Ott is vagyunk. Szia! Van-e nálad? Pina! Ugye? Ahogy a mondás is. Szia! És megcsinált ez a high-tech férfi. Jó, börtönbe kerültünk teljesen. Kézzed el. Nagyon szépen köszi Dániel a szobát. Szép jó napot kívánok az úrnak. Hogy aludt? Jó napot, főnököm. Megmondom őszintén, csukott szemmel aludtam végig. Nem lestem, ha ez számít. Értem. Elnézést, bocsánat, hogy így, már így egyből letámadom magát, de nagyon kell szarnom. Kicsit értem, azért harrébb. Viszont van egy nagyon jó hírem magának. Igen? Képzelje, ami nekünk igazán rossz hír az, hogy magáért letették az óvadékot, képzelje el most, és sajnos el kell, hogy engedjem. Mi az, hogy sajnos? Maga egy ilyen gonosz ember, egy rossz indulatú daganat? Maga. Nem, szabadlábon védekezhet. Noémi, kösz az ötvenet. Értem, de miért szomorú emiatt, amikor én azt hittem, hát, hogy mi... Hát maga egy bűnöző. Na. Abba a kicsi szájból nagyon sok csúnyaság jön ki. Erre kell menni félnek. Így van, kövessen. Kis pénzt nem tudna adni? Pénzt. Kártérítés, mert ártatlanul csuktak le. Igen. Jaj, uram. Ne tegezzél. Mondtam, ne tegezzél. Itt minden bűnöző ártatlan mindig. Figyelj, Teszkós Kuna már jó, még ezért találkozunk odakint, azt remélem tudod. Úgy papán basszak, hogy összehányod magad. Milyen aktámba, Dík? Semmilyen aktám nincs. Miről szédülsz? Tányérkalap. Tamás, köszön, 27-et, Naimi, az 50-et, köszi. Jó estét kívánok. Jön be, egy pánkot innen... Elnagyulok, a pánké zsebre vágom. Ágnes, kösz szépen a szobat, nagyon szépen kösz, és itt a TikTokon is kösz szépen a 61 ajándékozónak, a 78 új követőnek és a két új előfizetőnek. Jó van, mert még hányszor mondod, de diktafon kapitány, hát jövök, a jó Isten tegyen téged már az izébe. Mindenki álljon csak tepeküdjén. Ajjaj. Na viszontlátás. A viszontlátás, Kuno Mario őrmester. Viszlát. Miklós, köszön 45-öt, Tomi a 4-45, Péter az 50-et, és Ágnes, kösz szépen az szubat. Halka live, a hangos is följebb, te szomorodás. Gábor, kösz a 30-at. Erre megyünk. Hova mész? Elnézést, hozzám beszél, bocsánat. Nem, kívánásod, gyere csak ide. Ja, te vagy az, nem ismertelek meg hirtelen. Sziasztok, mi új? Kicsit, mint valami kemény. Jó napot! Azért, mert most fájnak a bordáim, mert tüdő... Helyzetileg, élveszed a börtön? El kell mondanom valamit neked, zokni. Meleg vagy? Nem. Halálos beteg vagyok, és fél uram van hátra. Ricsi, kösz a 100-at! Bianca 99-et! Kincső, de jó neved van! Kösz a 45-et! De te ilyen rossz indulatú vagy te. Ezek de után, ez. Ami keresztül mentünk, mi ketten, két jó barát. Nagyon ha? Jó barátok vagyunk. Igen. Na, hogy érezted magad a börtönben? Arra a mesélj. Hát, jó volt. Szar volt a kaja, meg a WC tudod egy szobában van. A szarsz egy olyat, akkor lebeszél rólad a kabátot, olyan kurva büdös. Érted? Szabad, de amúgy... Érted, ha jó voltál? Dehogyis, én nem vagyok buzi. Én ütök a becsületemért. Én voltam a zárka menő. Azt mondta, zárka a csicskája volt, én úgy tudom. Miről beszélsz? Bárki megállt egy az egybe előttem, fölpapasztam passza, ha kellett. Tisztelettem. Esküszöm neked. És szerinted ki fizette ki itt az nagy pénzeket szerinted? Bocsánat, ő? Hát nem. Akkor ő? Még egy esélyed van. Akkor én? Én fizettem hát, ki? Te miből? Hát azért nekem nincsen pénzem, de... Hát arra nincs pénzed, hogy ilyen hallja. Na, azért arra van. Az még kigyön. Na, figyelj, de megintettem neked egy szívességet, kivizettem itt a óvadékot. Nagyon szépen köszönöm, és majd vissza fogja adni a Jokert. Képzeld el. Ő a könyvelő cégné, és ő fogja rendezni. De figyelj csak, azért tudod, hogy figyelj csak ide. Őszinte leszek veled, hogy... Várjál.
kis csókolózásban benne vagy. Én azt mondom, jó van, érted, ezt mondjuk. Az a baj, nem vagyok meleg, érted. Én se, de hát ha muszáj. Azért elmondok neked valamit, én is egy titkot. Igen. Hogy ebből, hogy a börtönbe kerültél, azért egy kicsit én is benne voltam. Mi vagy, a börtönbe? Amit elhoztál az égszert, azt fel is dughatod magadnak, ha gondolod, mert neked nem kell. De miért csinálod ezt? Te egy köcsög gyerek vagy? Vagy miért csinálod ezt? Az a baj, hogy nagy a pofád. Izabella, hogy szépen. Elvagy itt szállva magadtól. Figyelj csak, én egy nagyon szerény ember vagyok. És alázatos. Figyelj már. Igen. Most kifizettem neked megint az óvadékot. Kösz szépen a szobakat. Mit tartozó, mint eddig. De ezt összetudnál, mennyivel tartozok pontosan? Egyébként. Nem pénzzel. Ja? Hát miben? Mondom, hogy csókol összetudok. Tettekkel. Ja? Tettekkel. Amit majd kérni fogok tőled. Nézem, mit találtam neked? Ezt a dagadt kurbát. Hát azt neked adjon. Belappantad el neki? Úgy hallom. Te mit stírülsz, te kurva? Ha? Paszkül a picsádnak? Ezek a mai nők. Te szerintem rácsarkozott. Igen? Veled ellentétben én látom a jövőt. Nagyon izzasztó a napod lesz. Milyen? Nem áll. Na szevasz. De figyelj csak, Zokni, nincs... Figyelj csak ide. Igen? Hoztam neked egy ilyet. Takarítsd rá. Szemetet meg magadat is. De figyelj csak, egy kis szerénységet azért na, tanulhatnál. Rogy pejú, geci. Nem neked mondtam. Szia. Szia. Anita, kösz a százat. Figyeljetek, srácok, valami köcsög live-ozza a live-okat. Ezt jól megmondtam, a TikTokon. Valami Csabika. Egy igazi gyökér. Megmondom ezt itt. És nagyon sok állakunt van egyébként, ami hozzám köthető. Ez az oficiális. Tehát nézzétek meg, oficiális teljesen. Szóval ez élő. Ez most élő itt a TikTokosoknak. Szia! Szia! Most én nekem sétálni kell? Vagy mi? De ezt nem bírom idegileg. Kösz szépen Kokolina a szubot egyébként. Csabika a neve. Egy igazi veréb. Egy nagyon nagy szarrágó dolog egyébként szerintem. Szia, atyám, sziasztok! Gábor, kösz a 200-at. Nézem, mi picsa megy itt. Látod, piam, hogy ring? Még a pingja se büdös neki, na. Lopni kéne egy merdát, mert ez így nem állapot. Szevasz, Zsuzsi, sziasztok, és nagyon szépen kösz, Gábor, a 200 csillagot. Kösz szépen. Árkéd a srác neve. Ja, itt van egy ilyen, nézd csak! Milyen kis... ez mi? Lefoglalt járművek. Nem, nekünk nincs lefoglalva semmink. Mi nem vagyunk egy gonoszok. Fiat 121, ez mi? Yosemite. Az mi? Jugo van, Opel Corsa. Nem tudom soha, hogy melyik micsoda. Nézzük meg ezt. Ez nagyon pacek szecska. Bocsánat. Igen? Mi a faszomban? Elnézést? Jó, köszönjük. Ez nem nyert. Jó, akkor másikat. Nem tudom, mi van vele. Jó. Nézzük. Azért az öreg nem kicsibe van. Bocsánat. Lehet, hogy ilyen verdáim vannak. Nem tudom, látjátok-e. Szeretném, ha gratulálnátok egy lájkkal. Félix, köszön 45-öt. Köszi. Nulla üzemanyag volt benne? Ja, akkor az volt a baj. Jó, megyünk hazafele. Ez a vasas verda. Nézem, milyen sofőr az öreg, bazd meg. Te nem bírsz vele, azt figyeld. Úgy megy, mintha jönne. Norbi, kösz a százat!
tegnap írtam Instán, rendesen küldték neki az ajándékokat. Na hát az egy igazi büdös köcsög, ez komolyan. Tehát, hogy aki ilyet csinál, ellopja a tartalmat és azt streameli, mintha az övé lenne, ez egy undorító. Tehát, hogy ennél férgebb dolog van. Van. De... Szinematikus nézetek legyenek? Nem sok. Úgyhogy Csabi, ha esetleg itt vagy, rohadjál meg! Jó estét! Jó estét kívánok! Eszkük, kap egy kúlió! Sziasztok! Sziasztok! Mi újság? Öreg! Szia! Szia! Mekkora? Sziasztok! Milyen autód van hát? Figyelj csak! Most pihenek a húgyba. De te most te miért kérdezel Pő Lajos? Hogy nekem miért van ilyenem vagy olyanom? Ne, csak megdicsértem, öreg. Ez a vasas járgány, piam. Ebből keresjük a pénzt. A számba, Giulio. Számba, Lali? Várjál, én meg megmosakszom, Lali. Sziasztok. Megmosakszom, ide a kezembe. Gyere el, Lali. Hopp, azt hitted, mit a kis buzi? Jó estét kívánok, mi újság van? Jaj, ne fog, semmit sem gyakoroltunk. Mit gyakoroltok most? Mert milyen? Hát Zoli, kösz szépen a 60-at. Meg ilyenek. Érted ebbe fog megjönni? Mi hát, vagy? Az biztos. Éjszaka, egy asszaszín. Hát figyeljetek már, ti tudtak ki ebbe az? Öreg, fog meg a kezem? Nem fogdosok semmit, bocsánat. Alsó szalontai asszaszín. Jó, figyeljetek ide, azért remélem, hogy van egy kis együttérzés bennetek, ugyanis börtönbe voltam. Amúgy öreg, egész éjszaka. Én a kórházban voltam, és Tamás, kérdezősködtek felül, amin meg eddig álljátszottam, hogy díjban vagyok. Hagyj mondjam el, hogy megmentettem az életeteket a múltkor, Lajos és Joker, ez igaz? Jelenleg? Na gyere, De nekem valami Dr. Long mentette meg az és szerintet, életet. Az enyém, szerintetek ki volt a Dr. Long ostobák? Hát nem is tudom, hát nem szerep voltál ott öreg. Én voltam a Dr. Long, te paszkalap. Akkor ez szerepjáték volt. Komolyan? Lali! Figyelj már, Giulio, itt figyelj, mi van a pisitbe, Dik? Gyere csak mi? Velem, most már ezzel elbeszélgetünk. Mi van itt a pisitbe? Megyek? Megyek. Bocsáss el meg. Ja, Joker, jó. Nem, mondom Lali, de már jöhet mind a kettő. Basszatok el. Igen, figyelek, öreg. Hajlamos, hajlandó vagyok elhallgatni ezt a dolgot. Eladni? Hajlandó vagyok elhallgatni, hogy a segjukatokba főnyúltam. Egy kis juttatási cserébe. Jó, de az a kérdés, hogy ez mind a hármunkra nézve a probléma, érted? Nem, szóval én... nyúltál és élvezted. Én nem élveztem. Neked csípett, ha jól emlékszel. Akkor átnyögött. Jó, de én nem élveztem ezt. Dehogy nem élvezted te. Dehogy élveztem, öreg. Nyögtél, mint egy kurva. Nem így volt, Lajos? De azért, mert fáj. Hát állj, nem érted, ezek ilyen utolsó nyögések voltak az életben, azt hittem meghalom. Milyen volt a Joker? Mutasd meg, légy szíves. Nagyon jó. Ez nem a fájdalomnak a... Figyelj csak! Na ugye látod, azért mert fájdalmas volt. És most még visszapogtad magad. Így nyögtél valahogy. Így volt. Mint csak itt bassza. Tényleg? Hát igen. Ez viszont, mint a barátod, mondom nekik kötegnek. Ne, lehet, táncol utába, kigyúlod a... Kösz szépen az ajándékot, srácok. BB Queen mindenkinek. Figyelj csak! Nézd meg, csak csinálja, hát. Nézd meg. Hát próbálom felüdézni a fájdalmat, de nem megy. Mert a fájdalom, amikor... Tedd el rólam azt a cipőt, mert megvadulok. Ez lesz az. Aha. Ez volt. Szedd le a cipőt rólam. Ezt hallottátok? Igen. Az akkor jó, ezt el kell mondanom, hogy én pókerarcomat bebertem, és sírtam közben, mert muszáj volt, ugyanis meg kellett menteni az életeteket. De Joker, te élvezted. Én nem élveztem, öreg, fájt, hidd el. Gatyád. Nekem semmi nem dudorodott, miről beszélsz? Tudod, mi dudorodott? Az idegrendszerem. Dika Giulio, nézek, tiszta brékes, há! Nyomjad neki, Juni! Pap-pap-pap! Nyomjad te! Mik a freestyle-a? Csuk-csuk-csuk-csuk-csuk! Az igen! Nyomjad, Jézus, szülinapos vagy! Assza, kurva! Hogy néz? Vagy egy rapper kír mellé, aztán már kész fel. Assza, kurva! Itt van a Juni, gyerünk, nyomja a bréket! Várjál! A zsebméből kibeszünk most a nagy léket! Megyünk-e tarhálni kéne, hülye? Hallod, ez miért? Ez hanyas tánc ez? Bocsánat, hogy kell ilyen táncot? P8? Az igen. Tündik össze szépen a szobat. Ezt megkeresem. Juni, nem is tudtam, hogy te tudsz breakelni. Hát itt tudom. Figyelj, csak nyomjad az ütemet, Bolog.
maka maka fo! Prefer you! Most megnézem, hogy melyik az. Mamo, Silvano! Én messzen a menia, feszed a vene menia, osso! Vidéki László, vidéki ló, messzen én Pascalo! Vidéki László, vidéki ló! Vidéki ló, Pascalo! Vidéki ló, nem is Pascalo! Messzen én Pascalo! Vidéki László, vidéki ló! Vidéki László, vidéki ló! Hopp, ezt figyeld, buzi gyerek! Szaborodjatok meg most a belegyetteleketet a maszeket, megsütgetültem meg mi a fasz fel. Ezt figyeld, nézd meg! Asszok úr meget! Tök az öreget beszélt, régen mindenki táncolt a telepeken, itt voltak, rajtadtak a fejeteken. Pazd meg egy break táncos izét, egy együttes kéne. Hopp! Asszok úrba! De táncos vagyok. Dominik, köszönöm, hogy 30 ezekkel. Én meg énekre, mit szóltok hozzá? Assza kurva. Figyelj már ide, Kriszó, mi a helyzet vele? Én nem tudom brékelni, nem érted? Figyelj már, hallottam. Öreg, mi vagyok a... Ízét, amúgy... Mi leszünk a bolond breakdáncos egyesület? Hát megmondom az őszintét, most itt mondhatom, nem vagyok figyelj, semmi. Nézd meg, azért jöttem erről a földre, öreg, hogy segbe vágjalak. Öreg, mi vagyunk a 60-i Beyblade-ekre. Amúgy igaz, nézd a... Itt van a Terminátor 3, előveszem most a károm. Te lehet most Krisztó a párom. Na mondjad, mi van, mit akartál mondani? Öreg, te be vagy kábítózva. Hopp, te hülye vagy, te? Figyelj már, én nem tudom mondani. Asszony! Mi a faszomban itt van, te... Te kütyöket, szaladj gyerekhez, szaladj gyerekhez. Ez mi a geci van itt? Hát. Nyomj a gyere! Ez mi a passz volt? Világ, mi van itt, hát? De mi volt ez? Segíts már, hely! Mi van itt, hát? Jó, nézzétek ezt most tanultam. Smooth criminal, ez mi a geci? Mi a faszom van, tam megy. Smooth criminal, nézd meg a tápi összecső Michael Jackson, hát. Ászlop, most elj. Nem, az nem. Megy egy tombor. Az nem tombor. Tomik össze 8-9-et. Smooth criminals. Nézd, be van kenyve zsírral a cipőt talpam. Öreg, figyelj már, öreg! Lehetek a záró vége, amikor tudod... Tudjátok, van a tánc is, van a kiállás, én beugrok az énekem után, mert igen? Magyar tapsot fogok kapni az énekre, és ennyit csinálok. Jó? Mehet, bazd meg. Nézd meg. Na, jó van, akkor. Így pakoltam a spárba a pultot, amikor nézést tertőtől voltam. Az Aldiba hát. Milyen jó izék mit vannak itt. Hey, you okay, yeah, hey. Na, az nyomjad, okay. Ezt figyelj. You okay, Jai. Bebarabarambam. Itt a tank, geci. Mi a passzom az a tank? No, I'm okay, figyeljetek, mennem kell most, sziasztok. Tudom, ezekkel mi van, hát? Gyertek, pőmertem a izét, a ködlámpát. Amúgy arról kéne beszélgetni, mit keresnek a véres izék, a véres kátdugókot hátul, amúgy miféle lúgnyák költöztek ide. Figyelj csak! Beszéljünk el Krisztóval, amiről. A tanő csinálta az egészet. Nem, Krisztó, elmondom, mi volt? Bejöttek ide fegyveresek, orrba hajtottam mindent, azt kértek ezt. Tudod, én megadtam neki. Ne, legyünk őszinték a Krisztóval, mert egyébként megy ideje, nem fizettétek ki a bérleti díjat, basszam ki azt a Magnum bajszodat. Krisztó fiam. Mi az, hogy ezt szedtem ki, Marály? Micsoda? 15 ezeret adtam, Marály, most miről hát de mikor? Már két hónapja, hát. Nézzél már szét a világba, vagy belerúgok valamit a picsádba. Így van, Krisztó, barátnak tartunk még. Így van, ezért nem popoztunk ő. Kutya ugat, a barátság akkor működik legjobban, hogyha minden az ki van számolva és élére van vasalva. Na, várjuk, már nem fizettem ki. A múltkor feltörtem a bankot, abból nem kaptam semmit. Állj. Jó, válasszuk külön a munkát most itt, légy szíves. A barátságtól. Így van, az üzlet az üzlet, és a lakbérrel kapcsolatos dolgok sem tartoznak ilyen. Mit mondtál? Mit tört éppen? Ott sem voltam. Minek hazudsz? Valami szépet. Ha? Meg lesz erre most. Öreg, emlékszem, amikor belerángatott a csávó minket, azt én meneki tettelek meg. Betty kösz az 50-et, Vilmos a 100-at, Harry kösz a 200-at. Én védek áldozata voltam. Ez az én hibám? Figyelj csak körülmény. Jó, az az én hibám? Elmondom, hogy ide költözött ilyen két csüngőcsöcsű kurva.
meg egy agyilag zoknipuja. Ők laknak itt, azért vannak ott a izék, a gyújtózsinórok, a véresek. Hát, csak az egyik bentlakás a suliba van most még. Így van. Most azért, miért? Most ezek a szitték karácsony volt, azt nem díszítették le a fát, vagy mi van? Hát azt szokasztották fő. Jó, Krisztó, ne elkerteljél. Szeretnétek itt lakni, akkor így van. Légy szíves, a havidíjakat fizessük ki, így figyel. Nekünk, mert... Nem, mi se, szerinted ezt a legyekorták itt össze van, nekünk, vagy így van. Mora, most így nem rosszból mondom, ne. Figyelj, most vettem, oda voltam, ez volt már, aksit. Mi volt te agyhalom? Hát ez élőbe megy, Geci. Én mondom, neked 25 ezer volt, mara, ne, tedd be a kocsiba, te súlyrám, azt akkor majd... De az a baj, hogy beviszem a boltba ezt az akkumulátort, érted, akkor... 2000-et kapok érte, nem használ. Mert egyrészt, mert másrészt nem tudok kenyeret venni akkumulátorén, érted? Hát, de figyelj, az hát arra is gondolj, bátyom, hogy meg a ladával nem tudok menni emiatt. Hát figyelj, Krisztó, vannak problémák az életben, ne keverjük a magánéletedet. Na jó, de az, hogy te nem mész a ladával, én azt, hogy nem vagyok előrébb, hogy szoptassalak meg, Krisztó fiam. Mert akkor fogok járni, vagy mi van? Nem, Krisztó, figyelj, el csak. Tudunk vinni téged nem. Is. Arra gondoltam, így van, egy kis pénzt rádobunk, és a Lali fölvesz a háttal, azt elviszom akarod. Igaz, Lajosom? Figyelj, Mara. Úgyis sportember vagy. Hát, akkor eladom a ladát az autókerbe, azt kifizetem. Na, mit szólsz? Na, akkor add el. Jó, van, adja. Nem, figyelj, azért nem. Jó lesz, Mara? Nem, azt mondom, barátság. Ne add el. Egyszer, aki másnak hazug kutya utolérés, rózsatermő, korán kellő türelem. Érted, bazd meg? Krisztó, ne idegesítsél fel, mert vegy pörö cukrom. Bazd meg. Te ne játszod itt az áldozatot, igen? Itt jöttek el ezek a tankok. Menjünk el autókerbe, nézzük meg, hogy miről van szó, és azután lebontjuk őket a vasba a tankokat. Ja, te a normális vagy. Te normális vagy? Lopjunk el egy tankot, azt vegyük le a mélybe, ezt mondod? De mi pénz jönne belőle? Ha mondjuk ebben van igazság. Ebben van igazság. Van tévé az autókerbe, vagy mindig? Ingyen adás, vagy mi? Van. Ebben most van igazság. Menjünk el, ha. Azt nézzük. Szívodjuk, azt eladjuk alkatrésznek el. Halljátok meg, így legyen, azt akkor kifizetjük az öregnek, azt az öreg jó, is akkor elhallgat. Krisztó, figyelj csak rám egy pillanatra, azok után, hogy beadod a ladádat, megyere nekünk itt majd az, hogy nincsen. Majd én bontom, nagy heggesztő vagyok, hát. Gáz és visszeresz, ő tiszteletben. Így van. Lakatos Krisztófer. Szia Krisztófer, a bodapont is megveszed hamarosan ilyen kitartva dolgozol. Hogyne, öreg, én mindenkel. Na menjünk, akkor ezt intézzük a lóvét. Na, megyetek ki akkor autókat, azt nézzük meg. Na beszéljük. Figyelj már, mert én tényleg neked csak ez az egy autód van hely. Várjál már, itt van valahol a szarra, ami kiesett belőle. Adok külcsön akkor, hogyha... Nézd meg a vejnemet, gyere már, mondjuk arra, meg itt áll, gyere már, nyomjuk. Várj egy picit, mert ott van. Nem rosszból mondom. Mi van itt? Most figyelj, ez egy autóm, most mit csináljuk? Vejnemet ki akar hátni ezt a sok rihes kurvát, meg ide teszi hát. Hallod, múltkor felkeltem, nem rosszból, én tudod, ott lakok. A végében, ott a kerítésnél, azt akkor reggel felkeltem, mentem, húgyoztam mindent, azt akkor esküszöm neked, hallott, oda volt dobva a véres kárdugót, mondom, mi a faszom van itt. Utána megyek, keresem, végigjárom a Balázs, kutnákat, nagy geriszom, minden, keresem Assza a kurva. Az asszonyodat, mondom, van? Valami gyomor baj van? Arcomba volt, figyelj, valami. Hát ennél kormosabb már nem lesz-e? De büdös. Hát persze, hát én is próbálok itt a rendre odafigyelni, azt... Azt mondja, hogy minden széthaingál. Elnézést! Na most ezt pont hallottam, bocsánat. Ki haingál szét, mit? Hát ezek a lúgnyák, akiket ide költöztettek, akiket mondtál. Kit mondtatok, mondjuk fogyatékos temlegetek. Lajos, egy pillanatra, tudnál jönni, legyél szíves. Persze. Figyelj csak, Lajosom. Nem tudnál kölcsön adni egy kis pénzt? Hú, most nincsen nálam. Figyelj csak, most nagyon nagy bajba kerültünk, nem mondom őszintén, és azt gondolom, hogy... Mi a baj? Hát nagyon nagy a baj, de nem mondom el, hogyha nem tudsz adni, mert akkor mindenki érted. Akkor csak tudod itt az izéket. De, érted. Lajoskám. Hát most az a baj, most nincs sok nálam. Mennyi van nálad, nem? A 60 dollár, a 61. Jó, pont annyi kell, nekem egy dollár kell, öregnek meg 60. Ja, figyelj csak, igen. Nem, nem kell, én kíváncsi voltam, hogy őt lehet-e rá számítani, tudod? Lajos. De én adok, persze. Hát, de nekem attól még kell, Lali. Bármikor. Jó. Jó, akkor... Odaadom. Biztos, de figyelj már, Lali, hogyha esetleg belenézünk a zsebedbe, akkor is... Mi a fasz? Így van. Jó, gyertek el, mi ez itt? Mi ez, hely? Vegyétek már ki a kocsit, Dick! Pusztuljunk innen! Ugyanzál már, Juli? Ja, ez... Menjünk már abban a retkes autókerbe, nézzük meg a tévét, mi a faszom van? Két autóval!
Hajrá! Szállj már le rólam! Menj előrébb! Gyere állj, gyere állj, tulassán! Gyere állj! Nagyon jó! Nagyon szép! Jó, a Juniba én nem megyek, az kurva élet. Az főborul. Két perc alatt. Na, a szava kell menni, Krisztó, mondjad, he? Itt menjél balra, 20 ezernek meg kell lennie, miből? A szarba, ha-ha! Gyula, kösz a szubot! Elvesz, Julio! Na, Didi... Kurva anyázat! Julio, mi a lelkot csinálsz? Tényleg, bazd meg, nagyon idegesítő, Juni. Mi csináljuk vele, kilőjem? Krisztó... Basszuk meg! Mondjad, hát ebben nem vagyok benne. Kocsitat, jó. Hát ez hogy lesz kifizetve? Segítek egy... Bocsánat, Lajos, elnézést! Igen? Mi az, hogy segítesz? Mi... Hogy érted ezt? Jaj, mert... Krista most akarja elkezdeni az izét a asztalost. Hát de azt mondtad, hogy ne aladja a kocsit, hát hallottam, Dick. Te minek hiszed? Azt mondta, hogy ne adjam el a kocsit, majd megoldjuk, azt mondta. Aha. Persze, hát majd kitanálunk valamit, csak hát most ez az egy autója van, érted? Figyelj, én azt mondom, hogy igazán van a kis kaszmanónak, hiszen el kell kapnunk, ha jártak vagyunk itt annyi a cigányok, el kell kapnunk az azért, a tankokat azt le kell bontani a gecibe, azt el kell adni a vastelepen. De nem azt mondod, az autókerbe jövök hozzád először, mert azt mondod, hogy itt van a kocsi. Mennyi pénzt kapsz, hogy itt live-ozol, kérdezi Kovács Bence. A híradót megnézik, a TikTokon. Annyit, hogy az anyádat pont háromszor el tudom vinni egy éjszaka. De minek ezt mondom? Bevágom neki ezt misit, én a malac. Ide szoktál híradót nézni? Elnézést! Ja, menjünk be híradót nézni? Nézzük meg, mi ez a lüvüldözés? Hát milyen híradót, hát? Hol? Ember, a kosmonó is ezt fújjuk, hogy ott van az izé. Kiskezű csókoló. Nem is meg a tévén. Krisztó, akkor kapcsold már be a híradót. Rak már a híradóra, nézzük a tégyeket. Nézd, na! Várjál, mara, keresem, várjál. Dí! Menj már, Krisztó, mert nem látok, Dí! Hopp! Aha. Eddig ez nagyon frankó. Országunkat ez nagyon halk, adjál már a hangot. Adok, hát tekerem, így tekerem, mora nem meg. Bár egy picit. Szóval bombatámadás érte az országot, azt mindenki hat köteles, geci. Kötelezett. Jó, akkor már most megyünk az orvoshoz. A bokasüllyedése van, azt más vagyunk. Jó? Cukrom is az egekbe. Gyerünk az orvoshoz. Ugye kiíratom magam, fő vagyok, Petpe tornábódik. Hát ezt nem basszam el meg a radai szűzmárja. Tudjátok, lumbágom van, reumám van, irányodok jóhoz, hát. Pánikbeteg vagyok, ilyen. Szóval a lényeg az, hogy... Hívja Krisztaut. Jaj! Menjünk el. Házi orvost. Jó, és akkor egy a doki? De én nem akarok menni, de titeket ne viszlek. Azt a kurva. Az orvos, ha. Mi ez? Jó napot kívánok! A katonaság! Halló, jó napot kívánok! A Losztalkozi katonaság kötelező felsorozási parancsot adott ki. Nincs választás, hogy kurva ügyenek. Jó, Krisztófer volt. Bocsánat, elnézést! Elnézést, maga katona, hát nem így kell viselkedni a tisztes állapotban. Bocsánat, főnök, 60 elmúltam, én már nem vagyok alkalmas. De ezek a fiatalok még mind nagyon kemények. Én már szolgáltam. Így van, ezek mind szolgáltak. Katona úr, nézd meg, az egyik bokám magasabban van, mint a másik, látja? Tökéletes uram! Egyik szemem lejjebb. Melyem is kutyú. Nekem meg cukrom magas, az nem baj. Én meg fel vagyok bent a tesiből. Bocsánat. Megkérhetem az urat, te tarts rám a fegyvert. Majd az orvosnál az alkalmaságit megnézni. Ide fel a patóra, uram, mindegyik. Hogy külön, bocsánat. Ide fel. De akartam menni, hogy pont az orvos, az a receptekkel. Gondoljatok az F-re, az F-re! Ó, hát én nem akarom... Lali, beülök ide elé! A passzomat págjon bele, Dick! Lali, nézd rá! Na! Nézd már rá! Igen? Már segíteni kell főszám is. Tessék! Micsoda? Szép vagy a milyen szép vagyok, köszönöm! Csendesebben oda átra! Na jó, annyit elmondok, hogy a legjobb katona leszek, buzik, értitek? A jó katona bérben is harcó. Én szoktam! Ez igaz, ez igaz. Figyeljetek! Kösz szépen, Laci! Kösz szépen az 500-at! Milyen uram? Figyelj csak, szerényebben azért. Amúgy ne haragudjanak meg uraim, mi már mondtuk közeled, hogy mi már szolgáltunk a hadsereg, hogy tiszteletem jól napot. Persze. Így igaz. Így igaz. Mikor? Mondjátok a végén, hogy... Mert azt kérték tőlük, hogy uramot...
uram. Akkor van nektek rokkant nyugdíj megvan, mi? Persze, hogyne, ha? Én le vagyok százalékóba, bocsánat. Dong a lába van az öregnek. Így van. Hát az én bokám magasabb, mint a másik. Azért hordom, hogy az optik egyébként, de sose tudtátok még igaz. Figyelj csak, Joker, bocsánat, hogy itt a kellemetlenséget hozok elő, de nem mondom őszintén. Igen? Ja jó, nem, majd utána, majd mondjad. Mondom, hogy arra gondoltam, vagy nem. Most akkor orvossal kapcsolatos, amit mondani akarsz? Nem. Nem. Akkor nem, jó. Itt van egy áruló köztünk, egy Jónás van a csónakba. Én most azt itt tudom a kamionba. Ki az? Ki az? Hát. Szerinted? Nem mondhatom meg, majd négy szem közt, jó? Így van, így van. Mert ha most elmondom, tudni fogja, hogy róla van szó, és visszavesz az arcából. Ez igaz, ez biztos. Igen, ja, látjátok? Lajos, miért húzod össze szemöldöködet? Miért húzod össze szemöldöködet? Valami. Igen? Bogár. Milyen bogár? Muslinca volt csak. Mindenek nem a kórház fele megyünk. Szedtem a csipával. Most hova megyünk, Pöldök? Hova megyünk? Mindenek nem a kórház fele megyünk. Katonasági orvosságra megyünk. De nagyon keszardom, bocsánat. Ugorjuk a faszomba? Nagyon keszardom, bocsánat. Meg tudnánk állni? Mi Krisztó, hát most nézem. Az igen. Pápusztai Morgan Freeman. Az úgy nézel ki, hát. Így oldalról. Nem most mindenki. Oldalról. Ez a lecsúszott Morgan Freeman, nézzétek már! Kicsit az. Nekem a Magnum jut eszembe, hát. A Magnum. Csak a Solariumos verzió. Nem, most akkor barátkozott meg, hogy mit szeretnétek. A Tom Selleck, hát. A Tom Selleckre hasonlítod. Igen, arra is. Már ma fürettem. A választó Tomra. Bat, kösz szépen. Én már fürettem. Laci, kösz szépen. Nem vagyok, nem a te csapatodra játszol. De az úgy. Nem amúgy igazán, örülök, hogy kocsiba is örülök, hogy itt vagytok, mert a Juni nem érzi magát egyedül legalább. Mi hát amúgy igen. Mortos Junior? Mert egyébként, ha meg vagy szeppen, meddig összeszartod magad, hogy mi van? Öreke a Juni Mortos, nézd meg. Látom, de Lajos is nézd meg, az is, hát. Nézd meg. Nem vagyok én. De amúgy te is Mortos vagy. Beri az ideg, Dik. Be vagytok feszülve, Dik, mi van veled? Itt egy-egy szerelmi viszony van. Szerelmi viszonyok vannak. Az volt a motto régen, nekem az Oviboy lazán, mint a kazán. Na, mi van? Csináljuk egy dílt. Aki a leghamarabb. Na jó, van, én elszívok a cigit. Tényleg? Hogy mondod meg neki, hogy buzi? De hogy mondod? Bence, köszönöm szereted. És TikTokon is köszönöm, srácok. Elvisznek a katonasságra, minek nem a kórházba visznek minket? Amúgy igen, hol van itt a zi? Oda visznek az orvoshoz. Hát de jó, van az... Osztott, az ne, nem ott olyan van a katonai orvos. Kórház. Én már szolgáltam, engem nem érdekel. Jó, figyelj, most mondom, hogy én izé vagyok. Midlaner. Én mindre megyek most a háborúba. Jó, neked érettségét sincs, hát fogod szolgálkozni. Nekem helytosztályom van, 18 évesen jártam ki, de akkor is tisztességesen kijártam. Ez így van, mi van akkor? Meg ráadásul apád osztálytársad volt, kit érdekel? A lényeg az? Neked is öreg, he? Nem, neked Krisztónak. Meg is megvettem az anyád az öreg. Ekkora Krisztónak volt az apja az osztálytársa, ez igaz? Apád volt a nyolcadikos, te egy gyenge, a hetedike? Gyenge pillanatában elmesélte. Nálunk hétig volt. Hogyhogy? Hogyhogy hétig? Nyolcadiknál már mentünk krumplit vetni, Dik. Há jó az. Mostan nézem, hát? Bepukkant a kupak, hát? Hát most ezt nem tudom, hogy miért ilyen örömhírrel és miért pont nekem mondod, Dik. Szerinted milyen kupak, Dik? Oda lent, akkor bedurrant a kupak. Bedurrant ott a bolondos 12-est. De nekem is se. Jaj. Mi van veled, Dik? Ó, halló. Jogosítvány meg a pálca, két pálcán, néda. Klauzal ezredes. 3 deci konyak nem kellett volna. Krisz, 3 deci könyvén Krisz, kösz szépen a donációkat. Mi vagy Bódizsár? Jaj, de Gágyó legény vagy. Nem kapsz létes testére, Babi néni megfőzte. De jó vagy, Krisztó, ne hagyd abba, Dik. Te tehetséges vagy. Én tudom, amúgy akartam mindenni a Zsix Foxtron. Ha miért nem mész? Akkor nyomjad, hát nyomjad. 3 deci kömény, meg jaj, de Gágyó legény vagy, Boldizsár. Engem szeresne anyád, én baszom szét a picsád. Ugye? Ha. Törölsétes, Márkos sétes, Babravest is eszek én te. Hogy baszom azt a gírbe-gírbe büdös seggedet? Hát amúgy igen. Nem ismered Lajos ezt a nótát? Ezt ne... Há... Baszom az anyád! Lajos, te is voltál katona, ne tagaddik! Voltál Lajos? Hát volt... Hát én akkor Kastélyos Ferenc vagyok, én tengerét gyalogos voltam. Vigy mellem magadnak, Dik! Ilyen csúnyán, minek úgy befeszülve, ne idők is csépve, te! Viszont akkor még nagyon bírom. Hát én nem nézek csúnyán. Elnézést, ne, csúnyán nézel. Talán csúnyán. Uram, talán uram. Nézd meg, ha beült itt a izébe, beült ide, azt már be van izé, feszülve.
A Lajos. Bocsánat. Szétpágja a stressz a gyereket. Mi hova megyünk? A katonaság mellett? Te vakon vezetsz, engedj engem a sofőrhöz, tiketne szájára. Nem, hogy nem rossz voltál, hogy egy drogtesztet azért kérjünk már, megyünk, mert szerintem ebben van kábítóval. Na biztos. Sok volt a konyak. Köszönöm szépen a követést, srácok. Emlékszem rá, amikor egy katona voltam, és egyszer egy teljes századot tettem harcképtelenné teljesen egyedül, tudjátok, hogy... Leszoptad ők az lebén úr? Nem, tudjátok. Ez jó volt, Juni, taps, ügyes. Szakács voltam, haha. Szakács voltál, Dick? Ha. Akkor ma. Hallottad, mit mondott ez a papát? Most majd a felettesével majd beszélünk, hogy maga össze-vissza megy. Az biztos, be van baszva, mint az albán szamár. Nézze, jelentés lesz, jelentés. Jó, az már nem tudom, hogy atommilonáskor mindenkinek be kell csuknia a szemét egyébként, hogy nehogy belefoljon a sisak a szemetekbe, jó? Most nem rosszban árok, ugye meg maga itt a vizes nyolcas. Az voltam, én a kilences voltam, képzeld el, a fasz én hatos. A tízes, de hát csak hatan vagyunk, Dick. Én a tízes voltam, mint Cristiano Ronaldo. Azaz. A tízes. A 12-es, mint Neymar, hely. Nem tudom, nálam tízes volt, hát. Nálam 10-es volt. Hát Ronaldo az mindig is a 10-es volt. A rádióban azt mondták mindig. Kile minden lövéstén mondom majd. Bazzak, ti nagyon éltek. Nagyon örültök neki, hogy szophatjátok a paszt. Nagyon örültök, Dick. Figyelj már, öreg, kérdezzetek valamit morál. Parancsoljál. Figyelj már, tudod mit mondanak a nagy... Mikor a lányok meglátnak egy nagy paszt, tudod mit mondanak? Na mit? Én tudom, Dick. Na mi van öreg? Ennyi? Ennyi, most nem rossz gondolom. Persze, mert nem tudod, de azt mondja, hogy kicsi a faszod, Ari. Figyelj csak. Majd megtapasztalhatom. Krisztó, mert mondom őszintén, hogy most már tényleg szemtelen vagy. Ezek után, hogy elengedtem a bérleti díjat, bármikor összemérem a faszomat veled. Érted? Bármikor. Sorba lehet menni az orvosi alkalmasságra. Figyelj csak, megmondom, félbehajtom, hogy ennyi előnyöd legyen. De nagy fasz ez a gyerek. Én egy kicsit rendbeszedem magam, mert tiszta gyűrött a ruhám, Dick. Figyelj, ki lesz? Lajos, menjél már előre. Te vagy a lepiatalom. Sorba, megyek, menjél a koszosség. Te menjél, hát. Menjél, menjétek, ki tudja, mi vár rád. Rosszatára lesz, nem megyek. Te is menjél, Giulio. De jó van, megyek én vagyok a legbátrabb, Dick. Hát de már ott a Lajos jobban mezd, Dick. Jó napot. Mellettem, hogy jegyzeteljem, nevet szeretnék és életkort. A nevemet? Így van. Melyiket a Bece név? Teljes név. Ja, Frank Kestül. Kestül. Mik a Kestül? Kastély. Megvan? A fejezeted, a kolléga? Igen, megvan. Rendben, bármi ok, ami miatt nem lehetne ön itt? 25 éves vagyok. Az bőven megfelel. Kestül. Igazából nincsen semmi okom. Hol lehet még nézni? Facebookon? Legyek itt. Én nem rosszból mondom, de itt hátul megsugom, amúgy az olyan bennél már nem úgy zárnak a szimmeringek, ahogy kellene, amúgy nem rosszból mondom, 25 évesen, amúgy. Az biztos, mert ki van korbólban. Csak akkor, ha kérdezem. Bocsánat, főnök. Nem szóltam, főnök, nem szóltam, bátya. Rendben, nincsen semmi oka miatt, ne lehessen itt, szóval kérem, fáradjon a másik oldalra, és akkor jön a következő. Jobb oldalra? Nekem jobbra. Az melyik? Neked jobbra? Jó napot! Ó, ez a Conor McGregor-hely. Tiszteletem. Szintén nevet és életkort szeretnék kérni? Kalányos Krisztofer. Kalányos Krisztofer. 27 éves vagyok, tiszteletem, 195. Van vagy 40 éves, 18 plusz kipak. Léces, hallgass. Nem olyan információ, amire kíváncsi lettem volna. Azt hittem, hogy itt a mama gondta, hogy itt a majd számokat mondja, amit mondtam. Istenem. Én is szeretnék mondani, hogy lágyéksével még műtöttek. A rabichálókat tettek be két oldalra. Kicsit nem végeztetek, de a krumplit nagyon komolyan pucolók. Na jó, de bocsánat, hogy... Bocsánat. Jáni, persze, tiszteletem, hogy be tudnék. Büntetett előéletű a fiatalember, nem tudom számítani, mert hurkokat rakott ki a réten, azzal fogta a nyulakat, orgazda. Bocsánat.
Ez így volt, ne hazudjál! Megélhetésig lehet marad, bűnöző lehet. Bűnöző vagy, Krisztó. Ja, azt hittem, bocsánat. Köszönöm szépen, megfelelek, uram? Elnézést, tiszteletem. Nem tudom, hogy látja, hogy amúgy női hangom van, meg hogy hosszú hajam. Mai világban már nem lehet tudni. Nem urul vagyok. Így van. Nem lehet tudni bámba. Bámba már nem úgy mennek a dolgok. Így van. Amennyiben. Megfelel, amennyire. Megfelel. Hát, fiú vagyok. Nehézi most az egyszer. Engedélyt kérek. Merre mehetek? Jobbra vagy rákba. Balra? Rákba. Ja, bocsánat. Önnek balra. Borotvállás nem lesz, ugye? Ide hozzám, uram. Dehogy nem alul felül. Azt majd az urak eldöntik. Rákban van. Ide létszik saját napon. Barátja szintén nevet életkor. Bármi jók, ami lehet. Sorba maim, addig lehet gyakorolni, ott a sárga vonalon szépen lehet sorba állni. Jó? Halló. Gyakoroljuk az egyenes sorbaállást, jó? Ki van a vonalba? Nem tudom. Nekem némult meg a hölgy. Vonaltisztítás? Halló? Milyen tölgy? Halló, jó napot. Tölgyel fűtel otthon, Zsuni? Én nem hallok senkit. Kosállat. Senkit? Senkit. Hát akkor engem hallasz, te buzi. Téged igen. Hogyha senkit? Halló? Kérem a nevét, meg akkor az életkorát. Lövész Árok. Lövész Árok, a fiatalember neve, mondom én, mert kicsit azért le van szedálva csorul. Kicsit nagyképű. Le van szedálva agyilag. Légy szíves. Bocsánat. Hát feleszakol az jegyzettelve. Különleges esetleg képesség valami kell miatt nem lehet itt. Bocsánat, kisasszony, kérdez itt a fiatalember, hogy különleges képességre kell-e fölhívni a figyelmet? Ura, mert van neki. Milyen különleges képessége van? Milyen? Azt kérdezik. Milyen? Figyelj! Hopp, a break! Vika freestyle-a! Fucsucsucsú! Pam, 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 pam! Hát legalább valamilyen gyors. Ezért van kikopaszodva fölül. Bocsánat, megfelel. Mint egy MB2-es fotballpálya. Balra? Jó napot kívánok, tiszt szeretem, kiskezű csókolom uraknak, szép hölgyeknek. Napot. Jó napot. Tarhonyás térfigyelő kamera. Tamás vagyok. Basz Tamás. Láttam, hogy denszelek. Fejegyzeteljük. Életkor. Igen. Nyomjad. 65. Még fiatal vagyok. Legjobb életkor. És szingli, kezű csókolom. Szinglis vagyok, hát tessék csak érdeklődni. Behabzsolnám azokat a hegykecsöcsöket, tisztelette. Háborúra készülünk, nem házasságra. Hát nem is házasságról beszéltem, csak egy kis kuppantás. De értem. Hát nem is arra. Bármi ok, ami miatt nem lehet. Jó, bokasüllyedésem van, kétoldali tüdőembóliám, tyúkmelyem és gerincperdülésem. Kopaszodok, a bal fülem lejjebb van, mint a jobb. És le vagyok bénulva, nyaktól lepele hetente kétszer, reggel 6-kor van székletem, és 9-kor kelek. Ahogy látom, tökéletesen tud mozogni, szóval most igen. Semmi ok nincsen arra, hogy ne lehessen itt. Long ezredes. Ja, nem, bocsánat. Akkor most én megpelelek? Megám. De milyen? Hátulról meg tetszik nézni ezeket a pokhagyma seggeket? Bocsánat, oda nézzem. Összeszorítom. Meg, de csak akkor, hogyha tovább sétál a többiekhez. Merre kell mennem? Jobbra vagy balra? Kövesse a fényt. Kinek jobbra? Önnek vagy nekem? Magának. Én? Tegezzen nyugodtan. Jobbra? Köszönöm. Jó napot kívánok! A nevem Kán. Kövesse az urat. Csak kell. Ebben kell. Most próbáljuk meg azt, hogy befogjuk a szánkat. Tele van. Jó napot kívánok! Tiszteletem. Szépen ide sorba. Te öreg ezeknek a szaukincsök a izéből van, a Aldiból 50. Figyeljetek meg, de most hagyd legyek őszinte beletek, kedves barátaim. Nem igen? Tudjátok befogni a popátokat, bocsánat. Hát nem lehet hallani, hogy mit magyaráznak itt. Bocsánat is elnézést. Normális ember. Így van. Engem, én vagyok a szakaszvezető, engem ki lehet nevezni. Világra valahol, csak nem erre. Na te erre való vagy. Figyeld meg, hopp. A tussal ki fog mitni az összes fogat. Lajos, kettő, egyébként... Ezt a kettőt elősíti, mert kapálni nehéz lesz. Bocsánat, Lajos, sportszelet volt a reggeli otthon? Vagy miért vagy így bekeményedben, mint a tojásfehérje? Bocsánat. Nem. Hát kinek hiszed itt magad? Öcsém, ide jutottunk. Nézd meg, főtörzsőrmesternek tisztelettel jelentem. Az osztály létszáma 4-5, hiányzik a Joker. Tisztelek. Nézd meg, hogy állok, mint Póka Lucernás, Badik. Nagyon kemény vagy, amit, de te látsz, hogy itt voltál. Ja, be vagy anabolosz, Badik.
Igen, a disznóhízra lózok. Na, mi van akkor? Mondom nektek, itt a Wayne Gacy a legütőképesebb, úgy látom. És C-típusú szifilisztikai sorba. Mind a boltba? Igen? Parancsú, tessék. Ez majd itt megint. Micsoda, nem hallottam itt. Légy szíves. Itt vagyok, főnök, nem szólt. Öreg, hát ezt is kihúztam magam. Látom, bazd meg. Nagyon fáj így. A gyors reagálású egység. Most mi lesz? Te neked dongalábod van? Igen, az egyik bokán magasabban, mint a... Láttad a passzát? Az is donga. Azt hallottam. Görbe, mint egy kifli. Jó. Na most, kövessenek. Szépen libasorba gyakoroljunk, jó? Öreg, beállt a hátam, segítsetek. Öreg, beállt a hátam! Várjál, mert nem bírok segíteni most, mert rosszul vagyok. Segíts rajta, Endredes. Most megkapottják. Kapott egyet a... Juni, figyelj csak! Junikám! Figyelj csak ide, mi újság? Figyelj csak, ne tegyél rendbe, mert a feletteseddel beszélsz, csak mondom. Mondom, Juni Kane. Figyelj csak, most neveztek ki. Minek? Izének. Ezredesnek, érted? De mi, ez ilyen piros pont alapú, vagy mi? Hát nem tudom, van rajtam egy pár piros pont, még az Erzsi miatt, de... Nem az, nem az. Nem az miért. Nem. Uraim, gyönyörűen halad ez a libasor egymás mögött. Furcsa libák vagyunk. Így van. Nagyon, egy nagy passzú liba vagyok. Bocsánat. Ez nem lesz elég a csatamezőn. Kicsit kapkodni kéne azokat a virgácsokat. Mi C-típusú libák vagyunk, hogy csak így tudom menni rá, hogy hozzuk meg. Tudják, hogy tudjuk. Kösz szépen a követéseket, srácok. Hát egy chopperes vagyok már. Ja, fasz, 2000-en vannak a TikTokon, Dik. Nyomjátok meg egy lájkot. Pergesd meg a lájkot. Tisztelek. Laci, kösz az öndudok. És kösz szépen Krisztina és mindenkinek az összes minden ajándékot. Kösz szépen a három műszubat. Jó napot, tiszteletem. Jó napot. Tavez baklaba, testvérek. Vigyázz! Csalakozz magadra. Vigyázz magadra. Atya, úristen, mi ez a csürke? Tiszteleg! Jó, elég lesz, pihenj! Pihenj! Trisszeleg! Tisztelt uraim! Tudnak figyelni egy pillanatra? Hogy a retkes fazban? Kire kell figyelni? Meg hát rám, a piros kalapos tábornok úrra, aki innentől maguknak tábornok. Kedvenc színem a piros. Nem lehet, bocsánat, főnök, nem lehet apunak szólítani? Apu. Nem. Miért nem lehet apunak szólítani? Apucsi bácsinak, főnöknek. Daddy. Bocsánat? A várost kell megúrnia. Én egy dolgot tudok, aminek piros volt a kupakja, de a kollega tud róla mesélni. A Joker. Tényleg? Én? Igen. Igen. Mami, neked volt piros a kupakod? Ja, hát ez nem tudok én erről semmi. Nem, neked volt. Neki gombázva. Na mostantól neki... kérem, vágják magukat. A kutya gombás lehet. Hova vágjuk? A platóba, az bepukkant a kupakba. Vigyázz! Innentől kezdve tábornok úrnak fognak szólítani, amennyiben nem. Rendben, tábornok úr. Apu tábornok. És nem szól közben, amikor beszélek, ez nagyon fontos. Rendben, uram. Rendben. Egy szintfelmérőn fognak részt venni. Rendben, tábornok. Rendben, apu. Rendben, tábornok úr. Uram, apu úr. Az ezredes úr fogja vezetni. Rendben, tábornok. Rendben, tábornok úr. Tábornok. Pihenj! Apu! De hát csak akkor beszél, hogyha engedélyt adok. Rendben, tábornok! Rendben, apu! Kövessék ezek után az ezredes úr parancsait. Az ki? Putna, futni fognak, és egy akadálypályán fognak részülni. Tábornok úr, Jézusom, futni! Hát mi a passz? Hát azt más vagyok. Én hova fussak, Dik? Az nem számít. Hát dehogy nem. Azt mondom, megbúgyelek. Júlió, te kövesd a szívedet. Te vadember. Öreg, valaki nagyon vissza és erős, ánusz abból lesz körül, a legjobb nagyon befeszítettem. Micsoda, mi volt ez egy belső? Én leszek, mi? Aktavető. Aki nagyon erős, abból lesz az, az egy nagy passzverős. Az én vagyok, egyértelmű, hát rá kell nézni a bagásra. Jó, bocsánat. Meg, hogy hogy tudnál futni. Próbáljál meg igen, megint. Merre kell szaladni? Most már kúszni. Start pisztoly. Megyek. Igenis, tizedes úr. Igenis, kapitány. Csak mondom a Coopert, egyébként a 200 méteresebb 4 másodperc alatt futottam régen. Most, bocsánat!
Négy fél. Lajos, kérdeztetek valamit? Igen, mindenki. Hogy lehet, hogy a jobb bal karod háromszor akkora, mint a bal? Ez milyen sor? Ez nálatok hát sor amúgy? C-típusú. Ez nem sor, ez sör. De... Figyelj, bocsánat. Enni mikor kapunk? Éhes vagyok. Jaj, hát. Gyuri, ne fúrjál már ki! De tényleg, baszd meg, miért? Ez, figyelj. Tartsák már a sor. Megmondta az apu kapitány, hogy viselkedjél, Gyuri, nem hallasz? Állj vissza sorba, te is. Légy szíves. Melyik a sor? Ki után kell menni, geci? Mi ez? Kiképző tábor? Meddig tart még ez a válaszorga? De rácsuk szóval a gázromlába kísérnek minket befele, halljak meg, Dick. Renyug díjacokat is felvettem. Kösz szépen, Sirai, kösz az egy dugó. Láttam, Joe, hogy itt kezdődnek a filmek, amivel mindig a fekete hal meg először. Nem azért mondom, hogy megijedjél. De ez igaz egyébként, tényleg a filmekben. Krisztó, te is veszélybe vagy akkor. Ezen gondolkozok, hogy hova visznek. Álljatok meg mindenki. Krisztó, vegyél már föl, mert nem bírok menni már el. Megy már föl. Álljatok a valhoz, sorba. Légy szíves. Szétsorva mindenki. Most lelődök minket. Mi most vágóhídra jöttünk. Falhoz állítani fő belül. Ja, ez nem az, jó. Igen? Szevasz, hókusz, bók. Mihely? Fogd már meg. Lebüdöztet hirtelen. Add ide, add ide. Akkor csukd be a szád. Repül támasz. Akkor csukd be a szádat, ha büdös van. Mindenki. Repül támaszba. Mindenki. Várjál már! Mi van öreg? Nem bírom! Nézd meg! Várj egy picit! Nem tudom, hogy kell pekpőzni. Én nem tudok ilyeneket csinálni. Tőre, te mit csinálsz? Mi van veled? Elnézést! Én ám a szura! Kettő! Zöld meg be, hát a derekkal! Kazd meg be! Teljesen! Itt a Haukusz balki kidőd. Jézusom, rosszul vagyok hát! Rosszul vagyok! Azt is a kapitány! Tessék! Rosszul vagyok hát! De nem tudok hát! Hát fáj a kezem! Mondtam, hogy elestem múltkor! Ja, jó, oké! Álljatok fel! Elnézést kérek, a fekete mindig szúrhatjuk! Megpróbálom, várjál hát! Nőj be lehet! Ez már sose! Álljál fel, lelem! Álljatok fel! Nőj be, nem lehet! Főnök úr! Apu, beállj! Jobbra arc! Apu kapitány! Jobbra! Jobbra! Tisztelek el! Jobbjátok oldalba! Ja, jobbra! Próbálom jobbra. Segíteni! Jobbra! Az jobbra van? Hát a magának jobbra, nem? Ja, most jobbra. Kinek jobbra? Így erre után... Apunak már. Jobbra! Ja? A háta elől van a fiatal embernek az így! Tík el, hát tudod, mert egy tank öreg, egy tank! Ne bassza már meg! Tépen egyenesen! Nem előz, nem előz! 1-2, 1-2, 1-2! Nem forma egy hely! Szegény öreg nem tud fekvőzni. Nagyon szomorú vagyok, bazd meg emiatt. 1-2, 1-2, 1-2! Hova? Utás, utás, utás! Ne maradjon le senki! Ennyi kikaptam a tüdőn! Hopp! Ugorj mindenki! 1-2, 1-2, 1-2! Az öreg az elszalad a passzomba. Yeah. Szétbasszom az egész univerzumot, hakje! Túl sok az erej. Focizni fogunk, öreg, he? Gyerünk! Passzolj! Add be! Szöglet! Melyik torony? Ja, megyünk a T3-as toronyra, most nyomjuk az inhibitort, öreg! Amúgy meg kéne szólt, meg kéne szólt. Hegyi be, hegyi be! Bújjál, Krisztó, he, bújjál! Nem húzod ki magadat? Szállj le, meg kiütöm. Tussal mindenki fogál. Bocsánat, itt... Ki van a tussal? Bocsánat. Hát, fogál kéne elhelyezni. Figyelj csak! Figyelj már ezredes, fél ezredes. Ott a hátszárán valami forduljon már meg. A civil életben utcájban basszám a tussal. Mit akarok mondani? Na, igen? Melyiket? Na. Na szépen álljunk sorba. Na, mindenki lefele sorakozol. Na. Lefele sorakozol. Jézusom! A rák megeszi. Lőnek, öreg, lőnek! Itt szarom össze magamdik. Mindjárt dobok egy, leultizok valakit. A rúzs, kösz szépen az 1.50-et. Sok egészséget kívánok neki, és neked is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Tessék? Az első 4 ember álljon fel ide. De onnan számítjuk az elsőt. Honnan? Onnan. Honnét? Innen. 1-2-3-4. Joker. Te is piros. Hector, triple kill.
Hector kvadra kül! Ketten is létszel! Hector hova pöldököm? Ideje? Te is, te pirozzokni, gyere! De mit baszol szét, hülye gyerek? Hát, tedd már magad, ja, azt hittem. Pirozzokni is. Nekem is meg ide. Így van, az lenne a feladat a következő. Igen? Kövessenek még mindig. Hova, hát? Még egy kicsit. Hát én ennyit bazdmeg senkit nem követtem. Csend legyen és visszasorol. De már meg vagyok melegítve. Légy szíves. Nem baj. Látják azokat ott? Azokat igen. A fákat? Azokon kéne elfutni a másik oldalra, átugrálni rajtuk. Milyen fákat? Visszajönni a magasabban. Ezt figyelt fel. Ennek működnie. Gyerünk, zsa! Fussá, mert szedd be jobban látod, Giulio. Hát itt meghalunk elsőre. Vissza, itt vissza, gyertek, forduljatok vissza. Egy-kettő, ugorjatok. De a fekete az a sort, a fekete sort! Így van, levágta az utat. Ki kell ütni a rákba. Judy, miért csalsz, hát? Miért csalsz? Én vagyok leggyorsabb, hát. Miért csalsz? Mit csinálsz? Most véletlen volt, most megbotlottam, bocsánat. Hát én vagyok a leggyorsabb. Lúd, de nem látták katona urakat, csalt? Négy ember ugyanúgy. Elnézést. Besorok vagytok, legyen. Júlió, remélem te leszel az első, akinek kilövik a fogát. Már ha van miért. Mindegyiket a gyertek ide, gumikhoz ide fogalkozni. Próbáljuk a beszélgetést minimalizálni, érdeklődni. Rendben, apu kapitány. Én barzónoztam, tiszteletem. Jó, és ott milyen fokozatban volt? A barzónokba? Passz, tudja, mert bevettem a izét. Tudja, mi a passzom? A season passzt. Hosszat játszogattam. Pentázgattam néha. Igen, megvoltam a passz, és mindig kihúztam max levőre, minden szívesen. Én is. Hát ezt a sok tudást mind a picsába kidobhatják a kukába. Most miért kell ilyen szigorúnak lenni? Maga azt mondja, hogy ez a játék hazugságra épül? Hát, mondja? Közel. Sorba légy szíves. Bence, össze 200-at. Azért már nem tud maga is leugrani egy kövernyővel a másodikról, csak azért mondja. Hát igen, a póternyő, az működik még. Így van. Figyeljön már, kapitány. Enni mikor kapunk, arra gudjon meg. Hallgassában. Majd, hogyha teljesítettek. Én is nagyon éhes vagyok. Hát, de már teljesítettünk. Szarnom is kell. Herkentyű burgert kívánok, kapitán. Az nagyon jó lenne a rozsdás rákollóban. Lajos, kösz szépen az 5000 csillagot, elranyos vagy, köszönöm. Giulio, de ne furakodjál már állandóan, ott a sor vége. Téletem az első pofádlapot. Köszi szépen. A trutymaus szutykos. Ne feledjék. Te figyelj már, te lemaradtál. Erigy utána. Én izé leszek. Vizé leszek a húgás kiszer. Én házmester leszek, én fogok a kanzámba tüzelni. Ez redes úr! Most egy kicsit gyújtanom kell. Gyere! Bocsánat. Ez véletlen volt. Feszülnek az izmok. Az univerzumot megtartsák ezekért. Gyere velem, bajusz! Ez redes úr! Gyertek velem! Azt a kurva. Erre valók ezek a szar kupacok. Gyertek. Hol van az ezredes úr? Elment a büdös. Hál' Isten. Melyik? Ki a tizedes? Szétbaszott mindenki. Az ezredes úr itt van. Én vagyok az ezredes. Hát akkor a tábornok úr. Az apu kapitány. Figyelek. Apu tábornok úr. Megkérdezhetem. Két dolog van nekem feltétel. Egyrészt a skillem nélkül nem megyek sehova, mert hogy anélkül nem tudok lőni. Másrészt, de én duóba nyomom az öreggel. Aha, hát... Indíthatunk egy squadot is, ha gondolom. Nem tudom, hogy együtt lesznek. Ebben biztosak lehetnek. Jó, az már hexa. Jó, de a skinem megkapom, mert anélkül semmi. Nem lehet, itt most nem kap semmilyen skint, majd kap. Látod a két részt az ujjaim között? Mi az a skin, hát? Ilyen kis passzodban. Lali semmi. Lali elmondta. Kicsi, de büdös. Lali elmondta. Körülbelül ekkora. Igen? Így Joker. Mit érzek, he? Itt láttam, hogy egy kutya. Éveszted? De csak megszagoltam, innen jött valami büdös. Ahogy nézem, ezek alapján mindannyian alkalmasak. Úgyhogy bevetés lesz. De miféle? Már most és kibetés nem lehet? Értesítem önöket. Munkaszerződés vagy semmi? De amúgy pénz van, meg ilyenek. Céges pogorvos, kocsi, járulékok. Mennyit kapják? Nem segít munkásnak, hogy bejelentve. Részmunkaidőt? Államilag minek megutalanak a béták? Amúgy öreg, elmondok egy titkot, én mindig ilyen kiképző kutya akartam lenni. Most mutasd meg, hogy csinálnád, na. Gyerünk, Scooby. Te feküdnék, azt így kerestél, figyelj. 22 Scooby szeket bemerjék. Megbeszett. Ez a tocskó, jó? Így kerestem volna a drogot. Dávid, köszön 45-öt, és a 200-at is. Ricsi, köszön 45. Ezt nem volt senkinek.
Apu ezredes, éhes vagyok. Én is. Már kapnak. Kapnak ételt, mindent fáradjanak vissza a hangjába. Ezredes úr, cigánykártya nem, nem érdekli? Mit nézett, tetszik? Egy milla like! Meg azt a szart! Ezredes, jó? Köszi szépen. Akkor nézze rá, amikor már én mondom. Erik vissza sorba. Elnézést, meddig állunk itt, bazen, meg kezdek zsibbadni. Erik vissza sorba. Én öreg jót állok magamért, érted? De ez a nagy szemtelen, az nézem, mindenkit ütlegel, az kikön ütni. Ezt csak egyszer majd a csatom az baszni. Felé futok, érted? És mém elesett, majd nyújtom a kezem, azt így elhúzom, a hajamon végighúzom, és beszoptad, ezt fogom neki mondani. Mikor nyújta rám a kezemet. Vagy csak elfutok mellette. Csak a Facebookot olvasom, de ez igaziak. Nem, beolvasom itt is, rácok, nehéz két csetet nézni, de nagyon hálás vagyok minden szubnak, TikTokon is ajándékokért, meg minden cuccért. Köszönöm. Marmadár. Nem nekem balra, nektek balra. Az jobbra van, te hülye. Jó van, csak tesztelem. Nem jobbra kellett. Igen? Na. Indulás 1-2. 1-2. Jézusom. Na, menjél már, Giulio. Ödösség. Az anyádnak, kurdél. Kosarogjál már magam, én csataló. Kusoljál, mert szájba baszlak. Kosarogtunk, én leszek a legcsicskább játékos az NBA-ből. Ez a maximum fordulatszám. Sova kell menni? Erre vettek, erre utána, Giulio. Te sorba. Ugyanúgy néztek ki. Kopasz kapossa a sarkamat, bassza meg. Hát elnézést, uram, de azért már vannak itt besorozottak. Nézem, hogy... Akik nem különbek, mint mi. Milyen? Elítom, hogy harcpezőn eldobna a fegyvert, az sírna, mint... Jaj, Zoki, becsérlek! Mivel magunkhoz húzzuk, ahhoz nem próbálják? Nem bír szaladni! Szaladj! Hát megyek már, Dick! Hát nem lássa! Milyen maga nyugdíjas? Hadd az nyomjad a sprintert! Ne várjatok már meg! Nyomjad a sprintert! Hopp! Ez, bocsánat, nem bírtam tovább, mert nagyon kell szarnom. Sajnálom. Nyomjad neki gyorsan akkor, de siess. Nincs magán nem papír, jó, bocsánat. Jó, a fél lábra, egy-kettő haladj előttem. Hát még ki se tűrültem, Dick. Ide bedörgölöm, a szikla széli behá. Ide bedörgölöm. Egy-kettő, szaladjál. Gondoltam, hogy elbújok, de szaladj. Nem lehet, bassz meg. Egy-kettő. Csak ennyit visszöreg, nyomjad neki. Ennyit, hát, te velégezdik, 65 évesen, jó Isten adjon két szarbat arra a csúnya fejedre. Hát már megnézzük te 65 évesen, jó? Jó, de az jó bírod. Valami buzisat kéne. Pimasz, az milyen? Egy-kettő. Hú, kupak tanács öreg. Na. Tényleg mi van? De kihúztad magad? Hát most egy kicsit az én... Gyere tízes. Ide, mert apu tizedes szólni fog. Bocsánat, itt elhagytam az izémet. Bérnyomásomat nem látta valaki? Hú, lennék felderítős, képzeld el, egy nagy sasvadára megy, csak így... Jááá! Kár! Kár! Te már az jobbról vagy. Jobbról jönnek! Jobbról jönnek! Érted? Férfi falu? Bocsánat, pőnök! Elnézést! Elnézést, pőnök! Én megpucoltam minden, megpucoltam bocsánat. Minden. Bocsánat! Buzi is a csataló, nézd meg! Cigarettaszünet nincsen itt? Bocsánat! Egy pipaszünet. Ha melyik most nincsen, gyere szájba a kocsiba. Te vagy a kiválasztott. Éve? A vén. Melyikbe? Te is pirózat, Dick, mi van? Ebbe jel. Szarni voltam, Dick, szarni voltam, nem volt papír, az csípi a seggemet. Pirozdokni is. Ja, igen. Gyere, na. Ön is jöjjön. Ide hátra ülök, jó? Üljön be, üljön a kocsiba. Egy-kettő, üljön be. Ó, van, jövök, már nem kell. Haladjon. Öreg, kiválasztottak vagyunk, érted? Hát persze, bazd meg, nem csodom. Jöjjön csak, Sean, a reptérre? Ez nem figyel rá. Ja, ma ott vagyunk azért. Étterembe vigyen el minket, jó? Mert ilyesek vagyunk, így aztán van. Pedig... Ez van dohányzó egy... vagon? Így van. Cigiben meg kéne kínálni pőnök. Így van az urakat, a kiválasztottakat. Soha megyünk, azt elmondanál, bocsánat. Majd mindjárt meg tudjál. Meg is jöttünk.
Azt hittem. Kristóf, kösz az 50-es srácok! Nagyon szépen kösz Gábor, Áron, Dávid. És mindenkinek nagyon szépen kösz a csillagot, nagyon szépen kösz a TikTokon is a rengeteg lájkot, írják, hogy 1 millió lájk van, nagyon szépen köszönöm, és minden ajándékozok, minden 143 ajándékozok. Jó, de köszönöm szépen. Én kiválasztott vagyok, és ki kéne nyitni az ajtót. Tessen parancsolni. Na meg, a lófasznak is van vége. Jó, van, nem kell felháborodni. Attól függ, melyik vége. Majd amikor megyek helpért. Ide kell jönni. Ezeket mind írom egyébként, csak tudja, ha segítségre lenne szükség, akkor ugyanez lesz a válaszom. Jó, nem ilyen a törölköző, olyan koszosan most jó. Nem ám így besipolnak. Én, de hogy is. Ó, szerencséjék. Még nincs ki a lyukad, öreg. Nem csak egy WC papír az öregnek? Mi a live videó neve? Aminek összezavarta magát. Hát igen, és irigykedni nem kell. Mi van abba? Szóval mi van abba? Jó napot kívánok, Pőnök. Hello, szia Zsolti. Indítsd már el a liftet, légy oly szíves. Jó, van. Ez a Zsolti egy meleg egyébként, mert végig stírülte a seggem. Zsolti a béka. Igen. Úgy hívjuk, hogy hosszú fejű Zsolti. A gyertek utána még mindig. Hát ennyire még sosem mentem senki után, bocsánat. A jóisten szíja ki magából az életet. Hónap reggelre mindenki álljon, csak maga feküdjön a rókrekordják szét reggelre, bocsánat. Jó napot! Na szóval. Igen? Íh, mennyi ízé monitorogdék. Ez ilyen nagy high-tech cucc. Öreg, itt streamerkednek. Annyi lényeg. Szerintem. Lehet. Hát nem kell semmit csinálni. Annyi lényeg, itt állunk, várunk, és fontos ennél. Kérem a 3 monitoros, kérem mindig vágyam volt. Kire bárunk? Én megjöttem már. Akkor ezredes. Mivel én vagyok a kiváltoztó. Jó napot kívánok, tiszteletem Pőnököm. Jó napot, Morpheus. Ja, maga az. Bocsánat. Tehát, nagyon büszke vagyok magukra. Megfeleltek ugye az alkalmassági teszten. Látod, öreg, mondtam, hát beleszte. Az igen. Igen. 70 évesen. Teljesen meg vagyok lepődve. Én is. Meghazudtolta a korát. Csak stresszes az életem magának. Lenne egy küldetésem a számára. Jézus. Sandy Reptér, tudja merre van? Sandy Reptér? Én tudom, tisztelettel jelentkezett. Itt a kollega tudja már, itt jelentkezett is, igen, tisztelettel jelentkezett. Mert légiós voltam, a francia légióba szolgáltam, igen? Maga lesz a rajparancsnok. Azt a kurva. Vigyázz! Ön és a csapata lesz a Láncsa hegye. Tudja? Önök a titkos fegyver. A Láncsa hegye! Maga, szántsegéd. Ajaj. Maguk a kiválasztottak. Szóval akkor, hogy ne vesszük össze az öreggel, ketten vagyunk főnök. Jó, én elfogadom, de csak akkor, hogyha így, ugye? Bocsánat, elnézés, apu kapitány, ha így megcsökerültem a bimbóját egyszer, akkor azt mondom, jó. És tisztelet. Egyszer, hogy csökerjem meg. De csak egyszer. És utána azt mondom, oké. Hopp, hopp a csébécsé, piam. Oh. Hopp, még egyszer. Hazudtam, 2 volt. Lássa ezt? Tehát, mint tudják, maguk a kiválasztottak. Önökre biztosan nem számítanak. Be kell hatolniuk egy titkos bázisra. Ennek a segnek senki nem tud ellenállni. Bocsánat. És az ellenség se. Jó, azt biztos vagyok, hogy a kiképzés során, amit adni fognak tőlünk itt a rajparancsnokoktól, vagy a stílünk, a csapatunk, hát ez egy jelet fogunk adni maguknak. Ezt? Elnézést, hogy visszatekintek magára a vállam fölött? Ez elképesztő. Még nem csábult el, bocsánat. Még nem. Oda nézed. Tehát ki kell szabadítaniuk a város biztonsági tanácsának elnökét. Mike Rémes lett az ujja. Kit kell kiszabadítani, bocsánat? Van egy kérdésem. Valamit tanács elnököt. Igen. Lesz a kérdésem? Hard mode-ba toljam? Vagy easy-ben? Igen, széthúzom a lyukon, belekiabálja a himnusz főnök. Nem merem. Bocsánat. Félek, hogy onnan kijönne valaki. Na, bocsánat, tehát, itt... Akit ki kell, hogy szabadítsanak, ő tudja az atomfegyvereknek a kódját. Ha sikerülne megoldaniuk ezt, megérné maguknak. De minek kell az atom? Főnököm, én őszinte hát leszek magában. Terroristáktól kiszabadítsák. Nekem voltak kapcsolataim az elmúlt éjszakákban, jó ismert vállalkozókkal, tiszteletten, és megmondom őszintén, hogy a legerősebb fegyver az már nálam van. Úristen. Ezt figyelje. Jó, de most mire kell az atomtámadás? Olyaj. Hát azt kellene megakadályozni, hogy a terroristák az atomfegyverek kódját megszerezzék, és ezzel miért náluk van az atomfegyver? Nem, náluk van a bizottság elnöke, aki tudja a jelszavak. De szerintem én... Szóval be kell törnünk egy magasan védett zónába, ahol ki kell szabadítanunk egy csövest, aki tudja a kódokat, igaz? Így van. Na jó, de tudja, hogy ezt $50,000 alatt én nem kezdem meg.
Jó, így van, és a kód lesz, én tudom a kódot. 1-2-3-4-5, vagy asd-asd. Asvort. Szerintem. Igen, de van az, hogy ASDFGIJK, az is előfordulhat. Jó, így van. De ezeket miért nem próbáljuk meg először? Hát, mert akkor kilőnénk az atomot. Na, csak ne lövöldözünk csak itt. Bocsánat, egy pillanatot kérhetnék? Egy egész pillanatot. Egy másodpercet. Annyi idejük van. Itt szeretnék beszélni a barátommal, hogy átbeszéljük itt a küldetést. Ja, igen, mert átkevesz a taxikát, a tiktakot. Bocsánat, elnézést, itt... Próbálhatják médiumon is. Bocsánat, itt... Kék halált kapott. Így van, itt kék halált kapott az egyik gépdik. Figyelj csak, Joker, egy másodperc is jövök, addig szeretném, hogyha egy verset mondanál nekem. Tudnál? Vagy egy dalt. Énekeljek? Milyen dalt? Kitől? Én arra gondoltam, hogy Celine Dion-tól a Titanicot elő tudnád adni? Jó, milyen hangnemben? Cél dur, A-ból, oda-vissza néző, habos-babos, mézes vázas, oda-vissza pattintós, kék multi rövid. Hogy kezdődik a dal? Atya úristen. Na, akkor kezdem, jó öreg? Jó, egy másodperc, egy pillanat elszúgyók el. Srácok, ki kell szeladnom egy másodpercre? Jó? Addig Joker énekel nektek. Mindjárt jövök. Ez nagyon szép volt, majdnem elsírtam magam. Michael Jackson-tól a Billie Jean esetleg. Bocsánat. Jó volt, öreg? Nagyon jó volt, könnyek hullottak. Csak nem a szememből. De az mindegy. Szóval elnézést, apu ezredes. Azt mondom, hogy elvállaljuk a feladatot, némi készpénzé cserébe, és az összes minden bűncselekményt, amit elkövethettünk volna, de lehet, hogy van egy kis... Lehet, hogy el kell törölni. Érti? Hát szerintem, hogyha megmentik a várost, teljesen tiszta lappal kezdhetnek. Jó, és akkor kaphatunk-e mondjuk 1,5 kiló gumicukrot, 15 dek arrópárizsit, 1,5 kiló kenyeret, és egy... Unlimited American Express-t. Nagyon köszönjük, és szükség lenne még... Mire lenne szükség, Joker? Igen. Jó, én a japánoknál láttam, hogy már létezik ilyen szopógép. Be kell lógatni, és akkor így... Érti, kiszippantsa. Ez a szopó automata 2000, az a neve. Így van, egy olyat is szeretnénk, és... Jó, először teljesítsenek, majd utána kérek. És elnézést, lifetime fizetést kérünk, rendben? Lifetime, ezt most szegezzük, de ami fontosabb bármilyen, igen. Lifetime fizetést. És egy 1,5 kiló savanyúkáposztát, minden hétfőn 9:30 reggel. Kösz szépen a gyengék elhullanak az egy dodót, köszi. Neszlé, kösz Kristóf, és nagyon kösz a TikTokon is. Lehetünk, Dick. Kövessenek. Jó, és... Már is. Engem, az urat. Ja, miért? Jó, én rendben, apu. Nyisd a lipte, Zsolti. Api, csádat szólt ki? Zsolti. Szolgálati lakás is van? Kapetéria? Amúgy igen, az a... Még egy ilyen, a fejeden a dudor. Assza kurva.
BB kösz az 1 millió forintot. Dikkel, már tudom a járást. Jó. Az baj, BB. Hát ezt nem tudok. Figyeljétek. Haló. Tessen parancsolni. Álljátok meg itt. Apu kettő kapitány. Ja, szépen beszél, mert a dárda végével van dolgozni. Így van. A lánzsa hegye. A ceruza vége. A hegyező. Vegyeljétek ki ebből a... Szekrényből. Igen, a hajam kihullott ettől ruhátódik. Há, ki vagyok kopaszodba? Azt a kurva. Mi történt a hajamban? Alla, igen, kopasz. Hajad is kigyúr. Figyelj csak, ledobtam a téli bundát, most mi van abba? Júj, kalák. Mi bajod van, Dik? Te figyelj csak ide, te puli. Te most már egyenrangúak, hogy a Láncsa hegyében beszélsz. Olyan. Így van. A töltényel a puskába. Így van. De... Jó, én vezettek, álljára. Figyelj csak. Meg az apám fasza. Hát de hagyd vezessen már a gyerek. Mi vagy ilyen? Figyelj csak, te azével beszélsz most a legmagasabb rangú beosztottal, az elitettséggel, az Apacs törzsfőnökkel, a Black Ops-szal, a így van. Blackout-tal. A Black Ops-szal. Bocsánat, te... lesznek a feláldozatok. Öreg száján be... Jó, így van. Cigit nem szíhatok el? Hát, ha visszanől a hajam. Jó, én vezetek, öreg. Hát nem, a hajam hova lett? Bocsánat. Gyere, ülj be, putyim. A hajam nélkül nem érek semmit, bazd meg. Érzem, hogy pázik a fejem. Ezt nézzék el, megcsekerem neki. Az igen, nagyon visszagép. Mostantól álnevet fogok használni, az lesz a nevem, hogy C-Turbo Őrmester. Jó. És amikor azt mondom, hogy na most leszek igazán, na, Peri... Na, figyeljenek! Most leszek igazán, Perec! Christopher Kessler egyben... Megjöttünk! Itt van a Dárda hegye! Figyeljetek csak ide! Te nem tudod, kivel beszélsz mostantól! Figyeljetek! Csak azt mondom, hogy... Figyeljetek! Úgy kipattintottam magam, hajam is kihullott. Tisztelettel szeretnék. Vigyázz! Gyerünk! Igen. Osztály vigyázz! Tanár úrnak tisztelettel jelented! Igaz? Halljam a jelentést! Egy fő hiányzik! Hol az az egy fő? Tengeri cigányok! Úrnak tisztelettel jelentem. Igen! Osztály létszáma 25. Hiányzik. 3 tanuló. Lajos! Ha 3 kiló krumpli érkezik jobbról, akkor hány bundás kenyeret tettem vacsorára, és mennyi az idő? A válasz nem zöld lehet. Színű. 10 pekpő most! Azonnal! Gyerünk, közlek én! 1, 4, 2, 6, 1, vigyázz! Na, derünk, fekvő támasz, magát tudjuk. Ebből senki Joker. Jó, igen. Mindenki egy-kettő, ezredes úr, szeretném, hogy közölni velük, hogy öreg is én vagyunk a Dárda hegyé, az apaszakasz vezető, osztagvezető, ahogy maguk mondták. A szarak öröm alatt. Te tudod, hol vagy? Max a Dárdának a hegyén vagy vezető, te gyerek. Krista, ugorj egyet. 1-2, futás. Hát de már hova pussak ennyit, a jóisten bassza már meg a putást, hát? Cipőtalpa meg elkopik. Na megjött a vánszorgós is. Szíjátok ki a paszt. Hallott, ugye? Christopher, azt mondta nekem az apu, hogy a baszrád akkorát, hogy odaűsz a sarokba, mint a megpegyott hegymászó, két hétre. Azt mondta, és mindenki más hallgasson el. Így van. Azt mondta. Csendet kérjük, jó? Fekete osztag, tábornok úr, szeretném, hogy vigyázz. Az egyik osztagunk tagjaival, hogy mától az öreg és én vagyunk. Nem látjuk az erdőt a pától. Mert nem viszik el. Krisztó, te olyan vagy, mint a fekete pát. Főleg ez a fekete úr. Hallották. Hallottátok? Nem, ezredes rangba léptek elő mind a ketten, tehát hoppa! Innentől kezdve... Mindannyian alattuk van. Figyelj már, de valami szarban a cip... Szarba léptem? Mi? Ezredes? Így van! Jó napot! Vigyázz! Tehát, a küldetés egyszerű. Hallottátok, vigyázz! El kell nekik mondanunk a küldetés, vagy csak menjünk és csináljuk a feladatot. Jó, most mindenki guggoljon le. És csináljuk, tudják, amihez értenek. Guggoljon le mindenki, uraim! Guggolás. Vegyük el a telefont, mindenki. Vagy elveszem. Bár el, hagyj érek, már visszanyugod. Jó. Vedd el a telefont. Jobb kézen a, jobb kézen a mutató ujjat benyálazni. És a maguknak balra lévő fülébe bedugni. Most. Ennyiben biztos nem fogod be. Melyik a bal kezem?
Mindkettő! Tehát... Nagyon jó, Google köszönöm! Halló? Mit igen? Tudják? A titkos fegyverünk, az öreg. Titkos fegyver vagyunk, Jetsz. Na csendet kérek, akkor kérdezem! Nyugi! Kérdezem, igen? Igen? Szerinted ki? Az öreg meg én, Dick, mi van veled? Jó. De mi hát a semmiből? Te? Mondom, akkor beszél, ha kérdezel. Tényleg a polgármester vagyok. Tábornok úr, szóljon rá, érti meg. Zsonika, tedd magad takarékra, mert alád lesz rugdoshoz, kirügyezzem, mint az orgonabokor piam. Na. Fejezd be, légy szíves. Mondjam én a tervet, vagy maga mondja? Hát, ha tudja, mondhatja. Hát, hogy ne tudnám, el fogunk menni egy reptérre, ahol egy magasan védett, őrzött helyre kell beléptünk terroristák által. Lesz ott egy célszemély, a polgármester úr, értik, akitől meg kell szereznünk valamit. Krisztó, hányat mutatok? Hányat mutatok? Kettőt, parál, kettőt. Szabad meg az anyja. Itt fogod lelőni őket. Lecsapunk, akkor lecsapunk. Tissza magadom, bocsánat. Öreg, figyelj már, halló. Mi van? Itt van egy olyan csávó, akinek olyan vörös a szeme, hogy nem hiszed el. És akkor most hova szarja? Csak mondom, hogy ne adjatok a fegyvert a kezébe. Hányat mutatok, Juni? Befogod a pofád, visszaállsz, mert a tábornok úr beszél meg mi? Hányat mutatok? Ötöt. Újadat látom. Most? Hálatlan hallgass. Megérdemed. Hát nem kérdeznek, akkor válaszolok, nem vagy pofádnak. Így. Tehát. Ajaj. Nem szóltam. Bocsánat. Tehát. Megnéztem a mennyezet, hogy éban itt Glettelbe. Egy bunkerbe kell behatolnunk. Van ott egy bunker, ott már vannak embereink, viszont bent nem tudjuk, mi vár magukra. Pénz van bent? Nem, nincs pénz bent. Csak azért, hogy megvédjünk. Dick, hallod, ez hogy lett lehúzva, Dick? Vibrolétszer, milyen sima lett ez a betonyhá? A jó Isten megáldja, Dick, nézd meg! Még pősincs, nézd meg! Assza kurva! Alulécekkel minden, ez nagyon jó. Tehát úgy készüljenek, egy fegyver a kézbe, és ratattattatta. Jó, a fegyverünket szeretnénk megkérni. Jó. Várom a választ. Én is. Ha még nem kapunk választ, mindenki feküdt támasz, gyerünk egy-kettő! Jó, de mi volt a kérdés? Meg igen, sem. Akkor figyeljenek, itt van. Nézzük csak még. Vagy nézed én. Én vagyok most a cigány, énekeljük. Én vagyok most a cigány. Túl vagyok már a rigyád! Túl vagyok már a rigyád! Az öreg a legnagyobb faszú gyerek! Az öreg a legnagyobb faszú gyerek! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek! Köszi öreg! Köszönöm szépen! Nagyon jó! Nagyon jó! Nagyon jó! Nagyon jó! Nagyon! Jó! Nagyon! Jó! Jó. Jó. Igen? Igen. Megmutatni kell nekik. Mert nem fogják tudni a sok hülye katona. Lássuk, hogy kékkel pirosabb a rajzolva a táblára, igaz? Igen. Így van. A piros a meleg frontot jelzi, így van. Pedig a hideg front. Jó estét. Tehát akkor mondanám, hogy országszerte meleg front érkezik, ezért a pejpályás és a nyomás érzékeny idősek valószínűleg pályadalmakat fognak tulajdonképpen elszenvedni. De tényleg ne ide húgyazzál, mert... Szóval, itt a bunker, itt be kell hatolni, nem tudjuk, mi vár ránk, és nagyon rossz lesz majd, jól. De közben meg nagyon jó is egyben. Értjük? Értjük. Köszönjük, rendben. Joker a szólt ír. Így van, ahogy mondta az öreg, jobbról hideg, balról meleg front várható. Itt a bunker, ide kell behatolni, ez jelöli a térképen, ez pedig az öreg 18 éves. Hova megyünk? A helikopterekbe, meg a tankokba ott van. Figyeljetek csak ide! Öreg, gyere velem! Egy csapatba kéne mozogni, vagy most így buzik vagytok ti ketten? Menjünk helikopterre, itt van a helikopter. Ott van-e? Állj meg, olyan. Most ki merre ment, baszd meg? Ott nem menjünk, mert el. Hey, hol áll? Öreg, öreg, visszafele, visszajönnek itt. Ja, bocsánat. Jöjjön utánam, jöjjön. Jó. Jó. Bocsánat. Kilapult. Jó, egy kis...
Jó, én nekem van jogosítványom. Jaj, jaj, uram, itt van a pamacs, ez a pamacs helikopter. Jó, be kell rakni a vietnámi zenét a izét. Hogy is hívják ott? Mi az a black? Mi a fasz szemű, teszem bele be. Pedig szeretem. Srácok, jobbjátok a lájkokat a TikTokon, mert különben heti rangsorba kerülünk. És ez nagyon jó nekünk. Van itt hely, miért? Van fegyver, mit csinálsz el? Ja, bocsánat, ez ki volt? Fegyver. Ki volt ez? Ez nem volt szép dolog. Ez nem volt itt szép. Mindenkinek itt vannak a fegyverek. A helikopterben lesz fegyver. Örök, köszönjük szépen. Figyelj csak! A fegyvert odaad magának, ez az AK-t. Köszönöm, ez nagyon régóta vágytam már egy AK-ra. Zabálnom kéne valamit amúgy, mert meghal az öreg. Figyelj csak ide, nincs nálatok kaja? Adjatok már valamit, mert mindjárt kipekszek. Nálam egy pizzásziás baklava van. Paint in black, azaz. Hát azt az is én adtam el. Figyeljetek már, azt hittem megfelelzni. A zenét rakjátok már be a Paint in black-et, bazd meg. De nélkül nem lehet háborúba menni, nem tud valaki zenét berakni? Nincs ebbe izé? Hippi torony. Ha? Kecik. Én nem. Lalika, énekeljed hova akkor kell ici. Mennem akkor? Mehetek Sandybe? Hova megyünk? 14 vesszük az irányítást. Hát most lehet, hogy nincs is fegyver, de nekem van ilyen fegyverem. Nem adta oda izét. Mehetünk, Joker. Fogd be a pofád, veszetek? Jó, nem szabad, figyelj csak. Figyelj, Lalikám, figyelj csak. Most, hogy így négyesben vagyunk. Én úgy látom, hogy te egy összemelegettél a Krisztóval. Milyen viszonyban vagy? Nem vagyunk összemelegedve semmi, csak nem vagyunk, hogy vállalkozásban nyitunk amúgy. Milyen vállalkozás lesz, bocsánat? Hát figyelj, homográkat fogunk árulni. Így van. Micsoda? Meg pöttyurik. Homográkat, meg pöttyurikat. Sezlonyba fogjátok tárolni ezeket? Nem. Hanem? Izé, szivárgyújtós hűtőtáskába. Az a legolcsóbb. Figyelj, csak ez nagyon jó, és akkor úgy gondoljátok, hogy ki vagytok egyiket az üzletből? Tényleg nem, ide, ide pajult... ki tudjuk fizetni a pénzt, ez még csak tesztfázis, persze. Ide pajultunk, hogy a Lajos, te meg elhallgatod, hogy van pénzed, mert hallottam már a beszélgetéseteket, és ez nagyon rosszul esett. A Jokerről sírtunk egymás vállán, hogy így elárultál minket. Nem, semmi. Ez is szétlövöm az egész várost a faszomba. Igen? Ne lőjél, hát. Muszáj volt. Igen. Meg kell várni mindenkit. Hol van a Junior? Hát mondjuk mindegy. Junior hol van? Hát nem tudom, de hiányzik. Meg kell keresni a munkába járatát. Krisztófer a 45-öt. Gábor a 200, Anita 330-öt. Figyelj csak! Lali, ne lövöd az ott a katonaságon láttam egy bohócot, aki a buzik elő bujkált. Nem láttad, Lali? Én nem láttam. Itt vannak a... Te Krisztó, te láttad? Kint a buzit? Nem, a bohócot, aki a buzik elő bujkált, Dick. Én láttam. Én nem láttam, Dick. Lent van a harc. Mit kell lőni? Hát mit kell lőni? Itt, azokat kell lőni, a helikopter. Mert mit kell lőni, hát? Tűzparancsot kiadom mindenkinek! Mit lőnik? Mindenkit! Halál! Mit lőnik, hát? Mit kell lőni? A helit? Joker! Kit kell lőni, hát? Én kilövöm a helit a faszomba. Kit kell lőni, hát? Jó van. Tudok egyszerre vezetni, megbeszélni! Hát hogy bassz meg? Száddal nyomod a pedált? Nekem besült, hát? Kit kell lőni? Besült a fegyverem. Ki az ellenség? Mindenkit megölünk a faszomba. A rák meg ez! Látjátok a bunkert közben! A bunkerbe be kell hatolnom, megyek harcolva! Hol a bunker? Megbasztam mindenkit most! De akkor elég lefele egy Joker. Kit kell lőni? Figyelj csak, Jokers, kit kell lőni? Ott a bunker! Ne, itt a bunker! Mi bemegyünk ide! Ez a bunker, hát széttövöm az ajtót a faszomba. Hát mindenkit megbaszol. Milyen bunker ez bőrödi? Túrjad neki! Azt is meg kell ölni. Túrjad, baszom meg a nyádat.
Azaz Kriszó, mondjad neki, hát! Lüljetek, lüljetek, bolondok! De kire lőtök ti amúgy? Ki az ellenség? Bocsánat, az eligazításon nem hangzott el. Hát öreg itt, aki mozog. Ja? Akkor ja! Ott a munkahel. Az velünk van. Az nem. Mit mondott? Mit mondott? Krisztó, nem hallottam. Ott a bunker. Hol a bunker, Dick? Látom. Zuhanunk, Dick. Jajaj. Kényszerves állás. Jóslag állású egység. Gyerünk, gyerünk. Van egy tőernyőn, kiugrok a passzomba. Van egy tőernyőn, kiugrok. Nyugodj ki el. Ott a tankot lőjje te! A faszom, belevágom az egészbe! Ott van, hát ott van, oda lyukat, a lyukat, lőjétek a lyukat, hát! Milyen lyukat, Dick? Jó, kiugrok a faszomba! Jézusom, jó vagytok? Itt van a állítólag, itt van a telibe! Gyerünk, Lali! Dick! Szét kell törni, nem? Lőtt ki lőjön? Kilőttem, meghalt. Mindenki. Tini titánok, há? Mostantól mi vagyunk a Tini titánok, Dick? Nálam. Menjünk be! Jó napot kívánok! Jaj. Jaj, a rák a nyomra. Gyerünk, Lajos! Figyelj csak, nincs fegyverem. Csak ez van. Nekem is pisztolyom van. Figyelj, Lali. Mielőtt meghalunk, nincs valami mondani valód? Bocsánat. Szeretlek, öreg. Ezt akartad mondani? Igen. Ija! Megy a TikTokon a live, srácok? Kövessetek. Kövessetek. Megy a TikTokon a live? Várjál csak, mindenkit lelőttünk. Mert itt van, Lajos, gyerünk a beatboxot nyomjad. Megjött a király, itt alacsonyan repül most a sirály, szétbaszomban lebegőtt, hopp, azt a kurva! Meghalt, tiszta lett az utca, itt van az öregnek megint a cucca. Jó napot, úristen, bazd meg, mekkora hedi volt. Szállalmas brigád vagytok, bocsánat. Gyerünk, Lajos! Te sírjál, majd megbigasztallak. Megy? Ki írta, hogy érzékeny tartalom? Most? Lali, ez titkos? Figyelj csak! Vannak itt? Szemét keresünk! Így van! Szemét keresünk! Állj meg, Lali! Itt gyerünk, Lali! Kezeket pő! Te állj le, te Bobby hajú! Terminátor! Nehogy lelőd! Figyelj csak! Tudunk beszélni négy szem közt? Igen. Jézus, segítség! Jó vagy? Ha! Figyelj csak! Jó, jó, ha! Több átélésre! Szia, mi van veled? Jó vagy? Hát nem igazán, nem igazán. Mert még, ha kínni kell? Napot, kíván... Meg akartak kínozni. Jó napot. Jó van. De hogy le akarta fogni, hogy az másik meg leszopott volna, vagy hogy? Hát igen, a kódra. Csedrű van ez az orvos. Tényleg a nagy csedi. Figyelj csak! Hadd mondjad a kódot. A puli kódot. Öreg, ne lőd már, lehet ez velünk van. Jó, banda, csak egy kicsit, egy kis nyomást akartam. Presszúrál. Ja, igaz. Semmi nyomásra nincs szükség, volt az elég, nagy tisztelet. Figyelj csak, én nagyon nyomást teszek rád, hogy annak nem fogsz örülni, mert fogorvos kihúzza a pályén, nem, tudod. Szóval mi a kód? Még egy ilyen fegyvered? Ilyen nagyobb? Na, nem tudom, nem tudom. Mi az, hogy nem tudod, te pofán basszol a kököllen neki futásból, rigófejű? Mi azért jöttük ki, hogy magát kivédjük, mert az atomfegyver ez maga tudja a kódokat. Ha ezt kódot megszerzik, akkor be kell, hogy raideljük magát holnap, érti? Csak akkor mondhatom, ki leszel raider, böcsükke? Csak akkor mondhatom el, ha kijutok élve, értik? Na figyelj csak, ez nem alkú tárgya. Nyitott szája a csapkodnak a passzomhoz, ha nem mondod meg a kódot. Tudja, azt a ventilátort hozzá. Gyere, súg meg a papának, gyere, na. Súg meg nem a papának. Nem mondhatom el, uram, nem mondhatom el. Ne uramozzál! Mit uramozol? Hát jó, az. 800 kp indulok, ezt akartad mondani? Hogy is, te hogy is. Azt hittem. Itt hagylak vele. Na gyere! Csak jól esett lövöldözni, nyugi. Ja. Gyere, nagyöcsedi házi orvos. Gyere! Gyere! Szíj ki a paszt! Jó napot, szia! Gyerünk, meg kifelé! Krisztó, jól vagy? Doktor úr! Erre, baszd meg!
Jó, lehet jönni. Megjött apu, ülj be! Öreg, tudod, öreg. Kell nem, de majd mondod. Szállj be hátra lőni, öreg! Nem lövök, én vezetnem kell. Öreg! Érzem. Mehetünk? Hey. Öreg! Itt vagytok? Öreg. Kicsit letisztítom a cipőjömet, nem baj? Figyelj csak, orvos geci! Üljél befele! Segítsen, uram! Mert pő leszel rugdalva. Megint innen rád. De szóljátok már ki! Nekem nincs is senki a helikopterben! Hát ugye nem látok senkit, de megölök mindenkit a passzomba. Megöljem! Az belünk van? Az igazi fejvadász. Nagyon szépen kösz az ajándékokat, srácok. Kösz, hogy itt vagytok. A TikTokon is nyomjátok a lájkot. És nyomjátok neki minden diszok. Öreg, egy pillanatra szállj már, ki nem tudok beszállni. Hát de mi? Hát nem is ül... Jó, most? Orvos geci? Öreg. Igen? Várjál. Szálljál be, jé baszott. Hát áború van a kurva isten. Figyelj csak, tedd magad takarékra, mert rád baszok egyet. Jó? Jó van, bocsánat. Bocsánat. Jó vagy, Joker? Én lövök, bazd meg. Ott egy ember. Te hol vagy, Joker, bazd meg? Hallani? Lali! Na. Öreg, gyere, ott a másik, Lali, ott a másik, gyere, öreg! Hallok. Gyere, ma! Jó, van, bazd meg! Jézusom, mi robbasztások! Nem látom őket amúgy. Nem. Nem is látlak, Joker. Vezessen maga akkor. Jó, vezetek én. Hallottok, öreg? Én hallak, de nem látlak. Ja, az jó. Ja, most látlak. Ülj be, Lali. Jó, hagyjatok én itt majd. Én benn vagyok. Majd én benn vagyok. Hagyjatok itt. Benn vagytok? Mindenki benn van? Nem tudom, beszállni ebbe a szarba. Lajos! Ajaj, én benn vagyok. Jó. Joker. Ne aggódj. Hát ne, kizuhansz nekem. Ez nem jó. Öreg, halló. Sziasztok. Itt vagyok, bassz meg. Jó vagy. Joker. Itt vagy, Lali? Csadi doktor urad, bajban van nálam. De a doktor urat be kell hozni, öreg, hova mész? Itt ül mellettem! Bazd meg! Itt ül mellettem az orvos! Paukember! Ezt túrni kell, öreg, ezt ne hagyd! Öld meg a faszomba! Hát az öreg hogy túr, amikor vezet? Istenem, geci! Ez a beszélgetés, kikészülök. Jézusom. Bocsánat, uraim, leszállok. Kényszer leszállás hajtok végre. Okay. Lajos, itt vagy? Itt vagyok még, élek. Jokers? Nem tudom, kiesett vagy? Jó, szálljunk ki, ugorjunk egyet együtt, torna óra. Megvan! Most jó. Ah, jó vagytok? Nagyecsedi kapitány, üljön befele. Jézusok, rendben. Üljél befele, mert pofán baszlak. Darázs, á, nem. És ezt nem lehetett eljátszani. Figyelmeztetés. Amúgy lehetem soká törlik a TikTok fiókomat. Civil, nagyon jó volt, Lali, a kurva anyád. Gyilkos. Mert már fiók figyelmeztetésem van amúgy. Területükre. Azt nem lehet elérni őket. Segítsetek már elérni a TikTok-szot, hogy ne legyenek ilyenek gonosz emberek. De ezek, ha faszopnak, az oké. Okay. Érted? Azon nincs baj. De egy kis GTA 5 az biztos, hogy nagyon rossz az irányelveknek, nem? Tehát, hogy gondolkodjunk el egy kicsit. De a nagy néger kolbász szopogatják, az teljesen oké. Okay. Dani, kösz a 300-at, Tomi a 100-at.
cigi miatt vagy káros anyag? Mi? Hát ez... Én nem cigiztem. Nem dohányzok live-ba. Elnézést, uraim! Mondja, egyszerre háromra mondjuk, hogy áhú! Egy, kettő, három! Áhú! Most azt mondjuk, hogy hú-hú! Most áhú-hú! Egy, kettő, három! Áhú-hú! Nagyon jó. Szóval erre a TikTok streamelésre nem nagyon lehet alapozni. Mindenki bazdik. Joker. Léle szállunk, csak nézelődök, jó? Jó, azt hiszem, hogy véghez vittük a küldetést. Ide kell leszállni szerintem ezekhez. Hát nem úgy keringünk itt a gyomrom, mindjárt kifordul, hát. Jó, megnéztem, hogy mi van. Áhú. Van valakinél cigi? Nagyon nagy stresszben vagyok most. Nincsen most, elfogyott pont. Mert a Kriszónak adtad. Igaz? Erről van szó, Lajos. Akkor sem volt már. Nagyon rosszul esik nekem, hogy így viselkedsz, nem mondom az igazat. Érted? Lajos, nagyon rosszul esik. Ne haragudj. Nagy esedi, doktor úr? Nem dohányzok. Nem az, a kódot kéne kiköpni, mert most már popál lesz baszva. Van, visszahoztuk. Ne bántsanak, kérem. Akkor kapjuk ki a fódot nagyon gyorsan. Ennyi stresszet egy nap, nem bírja már szívem. Figyelj csak, szívem! Mondd ki kódokat. Nagyon szépen kösz, srácok. Kamilla, nagyon szépen tartozik. Köszönöm a rengeteg támogatást, a szubodat, mert neked vannak ilyen badge-ek. Most ezért hoztuk ki. Azért hozták ki, hogy ne tudják a terroristák meg a kódokat, nem azért, hogy maguk megtudják. Ja. Azért hoztak ki, uram, hogy ne tudják meg a terroristák a kódot. Nagyon jó. Ja, igen, most pont akkor örülök a kódnak. Meg magának is apu. Átadjuk a csomagot, és akkor a továbbiakba. Köszönjük szépen a szolgálataikat, amit ígértünk, megkapják, és most már eltávol kapnak. Köszönjük. Rendben. Vihetjük a helit is. Bármit. Tényleg a helit? Köszönjük. Nagyon jó. Köszönjük a szolgálataikat. Jó, jövök a Sabanyunk káposztályi. Ha esetleg még. Jaj! De ne lövöldözzél már. Még lesz valami, akkor számíthatunk a Láncsa hegyére? Hogyne? Egy kicsit ledaráljuk ezért. Ne lövöldöz már, baszd meg! Nem vagyok magam biztos, megmondom őszintén. Hát a Kriszta hol van? Tudja, hát se lehet, hogy még harcol, hát. Rájuk fér egy kis kiképzést, nem? Szerintetek át tudunk repülni a híd alatt? Ne. Persze. Hát nem öreg, szerintem. A öreg az profi. Hoppá! Nagyon szépen kösz Judit! Kösz szépen a 600-800 ezer egy csillagot, nagyon szépen kösz. Kösz szépen a rózsát mindenkinek, a rózsákat. A szeretet él! Neked mondom! Ki van számolva, bazze, mit jajosztok? Ki van számolva minden? Érted? Mi a passz csináltok, hát? Te gránátoz már le, Lali, őket, bazd meg, hülye vagy? Én nem csinálom, hanem magától adagolja. Aha, jó. Csak a szélvédő mosót akarom megnyomni, de nem, melyik gomb az? Lali, nem fogd be össze-vissza? Jó. Jó, Lajos, tudnád magyarázat adni, hogy mészarszagú a bot kormányom? Véletlenül? Hát de én most ülök benne először. De biztos? Igen. Ez friss ülés, húzat, garnitúra, kárpit. Nagyon rosszul vagyok. Melyik ez a gomb ez? Rosszul vagyok nagyon. Öreg. Átveszem én, ha gondolod? Miért kéne átfelelni? Öreg. Hát mert rosszul van az öreg, hely. Öreg! Hoppasz, felhúzom a korbány! Öreg, nem van!
Nem fáradt el egy kicsit? Mi? Pazeg, az öreg elájult. Elájult, szegény. Úristen. Kiájult. És valószínűleg itt most ennek vége is lesz, srácok. Nem tudom, hogy még megy a TikTokon a live, hogy megvan-e a profil. Közben megkérdezek itt valamit. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm a TikTokon, és mindenhol nagyon hálásan gratulálok mindenkinek, és nagyon szépen köszi még egyszer a sokait, amit mindjárt meg is fogok köszizni, de nagyon szépen köszi. Bocsi, bocsi, mindjárt elindul valami zenebona, majd mindjárt jól, és nagyon jó lesz majd nekünk. Kicsit beszélgetünk itt a titkokról. Jó?